Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 12 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, de jól lenne tudni, melyik az én szivacsom. Te egyéb egy-egy gyerekek, annyi baj legyen majd hétvégén. Hipobáztatjuk, hogy nem tudom, mibe, nem tudom, ki beszélt bele. Hello Jani, hello Feri! Sziasztok! Hello! Jó reggelt! Hello drága hallgatók, itt vagyunk pénteken. Az utolsó munkarapon az óra átállítás előtt egy nappal. Azt számolgattam, hogy... Már én már ilyeneken gondolkozom, hogy a szombaton órát állítunk, akkor a gyerek nem 8-ig fog aludni 9-ig, akkor elmarad az alvás a délután, egész napos programot lehet szervezni, már ilyeneken kattogtam már. Már fejbe összetettem a hétvégét. Igen, mert ugye általában ilyen 8:30-kor kell, most akkor 9:30-kor fog. Aha. Akkor viszont nem fog lefeküdni délután. Akkor már indulhat akkor, hosszú túrára. Akkor már lehet hosszú túrára menni. Na most azt mondjátok meg, hogy az okostelefonok azok átállnak-e maguktól, mert nekem igen. Ha van 3G-d vagy Wi-Fi-d, akkor ő abban a pillanatban mindig szinkronizál. Ezért soha nem késnek nagyon az okostelefonok, meg nem is sietnek, mert ők folyamatosan szinkronizálnak. Jó, tehát nekem föl kell kelnem időben vasárnap. Ő beszinkronizál. Tehát ha beállítom, hogy 8, akkor az új 8-ra fog, ugye? Ő 3-2 órakor 3-ra fog neked lépni előre. Van 3G-d vagy Wi-Fi-d? Mi? Azért mindent mi se nyalunk be. Wi-Fi 3G, persze. Van otthon, tehát nem az, vagy mit tudom én, E betű van, vagy nincs. Olyan Wi-Fi van. Még az E betűnél is jó. Na. Hát akkor az hangol automatikusan. Jó, akkor megnyugodtam. Semmit nem kell ezen csinálni. Gondolkodtam. Tegnap föl kell kelnem vasárnap reggel, és mondom, ha nem áll át éjszaka, mert hát egyébként előtte... nagyon egyszerűen mondok valamit, tehát hogy egyébként az is meg tudod csinálni, hogy te már magadnak előre átállítod. Igen, de akkor nem ad hozzá nem plusz egy órát, nem. Ha nem bízol a telefonodba, hogy átáll, akkor mikor lefekszed 12, akkor állj, hogy már nem 12 van, hanem 01. Aha. És akkor ő nem fog már átállni. Biztos, hogy nem ad hozzá egy nem, órát. Nem, ezek okosak ám. Igen? Hajaj. Ja, azért hívják így, hogy azért okos telefon. Úgyhogy nem kell aggódnod, neked föl kell kelni, a telefonod akkor fog ébreszteni, ha nem, bocs. Aha. Jó, oké. Jani. Veled mi van, jó vagy? Figyelj, ne arra úgy. Nem, oké, te most kész vagy. Jó. Te most megletel, csinálom már korán. Kész, erre a hétvégére teljesen komplet jóhátás. Neked a problémát. Nem, például most figyeltem, hogy leszálltam Madridba, és ott is hangolt a telefon órát, annyira, hogy ott egyáltalán nem is kellett semmit átállítani, annyira hangolt. Aha. Hogy ugyanannyi idő maradt, meg nincs Madridba eltolódás. De, tehát amikor volt, akkor meg mire ránéztem, mire hangoltam volna, hogy már hangolt. Úgyhogy... Király. Úgyhogy nagyon okoskák ezek a kis telefonok igazából. Na Jani! Na mi volt? Vajszint! Hát figyelj, srácok, hatalmas élményben volt részem tegnap mindenféle tekintetben. Hát ugye azt mondja, hogy is most szoktak mondani, veterán, fedett pályás, világbajnokságon vettem részt tegnap egy betét számként. Hát egyrészt nagyon jó hírrel szolgáltok azok számára, akit érdekel a dolog, mert hogy Mészáros Zoltán főtörzsőrmesternek tegnap sikerült új Guinness rekordot beállítani. Aztán minden egy mérföldes bombaruhás futásban, ezt eddig egy jamsi srác tartotta, 8:30 alá sikerült tornázni ennek a fantasztikus embernek a rekordot, ami ugye egy 40 kilós ruhában teljesített futásról van ugye szó. Hihetetlen teljesítmény volt, ezt azért tudom mondani, hogy hihetetlen teljesítmény, mert hogy én is futottam benne 400 métert. Na, mennyi idő alatt? Fogalmam sincs, nem mértük az időt, mert igazából nem is volt jelentősége. Ugye az én csapatomban is, a média váltóban is voltak 60 pluszosok, ez vagyok én, 70 pluszosok, 80 pluszosok, meg 90 pluszosok is, tehát tömegre nézve, aha, ugye, és hát mindenki kb. Ugyanolyan súlyú ruhában futott. Tehát a 90 plusz az 90 fölötti igen, korosztály? Nem, nem. Kiló. Ilyen súlyban. Fittek ezek a 90-esek. Na, ez is egyébként tegnap ez a fajta fittség is egyébként terítékre került, de igazából nem volt értelme nagyon mérni az időket. Mert hogy ugye a százalékos arányokat nézzük, azért nekem a 40 kiló egy picit más jelent, mint mondjuk a 90 pluszos versenyzőnek, de hát a tüdő majd kiszakadt, mire beértem egyébként a 400-nak a végére. Egy gumikézigránátot kellett stílszerűen egyébként átadnunk egymásnak. Természetesen a katonák ugye mindenkit megaláztak, a katonák voltak, sportolók voltak, média válogatott volt. De nagyon, sportolókat leszorítottátok? Hát volt olyan sportol, akit egyébként lenyomtam, igen, akinek elkentem a száját, de nem mondom, mert tisztem az illetőt, úgyhogy nem mondom a nevét, hogy kiről van szó. Persze Kótai Misi mindenkit megalázott megint, hiszen mindig persze legyen szó 10 plusz vagy 30 kiló túlsúlyról, Misinek ez meg se kottyan, ő mindenkit még most is lenyom, és ezt hangoztatja is elég sűrű. Igen, aki esetleg nem tudná, annak is elmondja, de tényleg még mindig rettenetesen jól tolja. Nálunk ki volt 90 kiló fölött? Nálunk? Aha.
nem ismered az illetőt. Már hogy érte nálunk? Mi egy média válogatottban? Nem ismered, újságíróról van szó most. Ja. Igen, tehát hogy... Ja, azt hittem, hogy valaki jön. Jó, köszönöm. A Váci Máki... Gergőt viszont ismered, ő volt egyébként az első emberünk. Úgy fut, mint a nyúl. Úgy fut, mint a nyúl, így van. És akkor nem tudjuk, hogy mennyi időt futottál ehhez képest, mennyi időt futottál ahhoz képest, senki nem tud körülbelül semmi. 2 percen belül futottam. Lenyomtad-e a TV2 ászát, Váci Gergő? Nem, hát a Gergőt nem. Nem, villámléptű. Nem, hát elég sportos srác egyrészt, másrészt meg picit alkalmasabb a testakat a futásra, mint az enyém. Tehát, hogy... Most, hogy így 60 kiló vagyok, és 165 centi alacsony, így bocs, hogy sisakban nem tudtam. Nyomtátok, vagy sisakba is kell tenni? Sisakba, tehát összesen ruhával, sisakkal együtt több mint 40 kiló plusz súlyról van szó, úgyhogy egy futásra teljesen alkalmatlan súlyában, méretében, kialakításában, ruhában futottunk, úgyhogy... De most, ha nem tudjuk az időt, akkor mi értelme? Nem az a lényeg, hogy tudjuk, hogy körülbelül ki milyen kondícióban van? Vagy, hogy mennyi időt futotta ő, mennyi időt futotta te, mennyit kell még fejlődnöd. Az egyik, hogy fuss le. Ha nem, ez egy, nekem minden egy harc. Én a teniszmeccset is úgy játszom, hogy meg akarok halni, győzni akarok. Ha futunk, fussunk időre. Ha mozgó lépcsőzünk, érjünk föl előbb. Tehát, hogy itt nincs olyan, hogy nem tudjuk az időt. Hát nem? Ha a kocsival megyünk a Balatonig, mi érjünk oda elsőnek? Hát ez egy igazi verseny lett volna, akkor nyilván úgy vannak összerakva a válogatottok, hogy egyrészt súlyban, másrészt korban. Mindenki kompatibilis a másikkal. Uh-huh. De hát itt ebben az esetben igazából egy örömfutásról volt szó, meg ráadásul ugye Magyarországon ez volt az első, tehát hogy egy ilyen tradícióépítő jelleggel rendezték meg, reméljük lesz majd jövőre is, meg azután is. Tehát hogy lehet, hogy ez egy kicsit később majd ilyen precízebb, komplettebb, hogy is mondjam, csak szakmai alapokra épített futás lesz, de azért ez egy örömfutás ja, volt. Van. Én azt hiszem, ott áll egy izével, egy stopperral, tudod. Csak a végeredményeket nézték, hogy a 4 ember mikorra futotta le. Aha, tehát a külön-külön eredményeket. Másodikak lettünk? Harmadik. Nagyon szép. Ahogy mondtam is. Aha. Tehát, hogy harmadikok lettünk. Igen, tehát hányból? Három csapatból. Ja. Igen. Ahogy mondtad is. Ahogy ezt mondtam is. A 3 csapat megvolt, csak úgy emlékeztem, hogy a igen, lenyomtuk. Igen, tehát a katonák is, és sportolók is lenyomták az úgymond média válogatottat. Aha. Nem baj, ott kellett lenni, az nagyon jó. És amerikai katonák is voltak? Nem, ők nem voltak. De nem mertek jönni, mert tudták, ugye? Hogy... Megfutamodtak a gyávák. Mivel ez egy teljesen hivatalos Guinness rekord kísérlet volt, egy filmfelvétel készült a Zolinak a futásáról, amit aztán majd elküldenek a Guinness központba, és akkor ott hitelesítik. 8.30 körüli volt a világcsúcs eddig, és őnek 8.30-on belül sikerült ezt abszolválnia. Azt tudjuk, hogy mennyi? Mit? Hát, hogy 8.30 volt, de 8.30-on belül, hogy mennyivel lett jobb. 8.29, igen. 8.29, egy másodperccel. Igazából ennek nincs is jelentőség, a lényeg az, hogy benn volt, tehát egy másodperccel jobbat sikerült neki futnia. Neki azért van tapasztalata már a futásban, mellett egy terep maratonistáról van, szóval egy 50-60-as, 100-as futóversenyeken szokott egyébként így ami már értelmezhetetlen kategória, tehát, hogy azt te érted, hogy 100 kilométer a hegyen? Nem, engedd el. Nem. Hát ez az, amit engedj el. Ezt engedd el. Istenem. Azt nem, abban nem tudok belegondolni. Úgyhogy az nem úgy, egész szébevéve, tehát hogy voltak itt ilyen srácok, így az ember így, köszönöm szépen, hogy itt lehettem, csak ennyit tudtam mondani tényleg, mert azért nagyon-nagyon durva volt. Na és hát ennyi volt ugye az a része, amiben én vettem részt, és az egészet tekintve pedig egyik döbbenetes élmény a másik után. Tehát amikor azt látod, hogy 70 fölötti, 80 fölötti bácsik, nénik, akiktől azt szoktuk meg, ugye a hétköznapokban, hogy a kis kerekes kosarukkal mennek a piacra, aztán hozzák haza a hagymát, meg a nem tudom, hogy csirkefarhátat. Olyanokat sprinteltek, 200-on, 400-on, tegnap ugye ezek a számok voltak, elsősorban terítéken, hogy így, tudod, ez a nem futottam ilyen soha gyorsan, most se futok, és soha büdös életben nem fogok így futni, ahogy ők. Mert egyébként nyaktól fölfelé teljesen kompatibilisek egyébként az úgymond mi nyugdíjasainkkal, nekik is nagy-nagy tisztelet, de hogy őszhaj, szemüveg, csak éppen futószár, hogy azt nem tudom, lehet, hogy kivették a futás előtt, de senkinek nem esett ki. Rá ne harapjanak a nyelvükre, az igen, az nem jó. És futottak minden nyúl, mi? Hát fel, lenyűgözők voltak. Komoly. De hogy így, de, tudod, így a 200-os voltak már, hoppá, most ért véget. Elképesztő durvák voltak. Iszonyatos vitalitás, hihetetlen sebesség, tényleg így élethalál harcokat láthattunk. Megdöbbentő volt. És ugyanakkor felemelő, és nagyon élveztük.
Na jó van, akkor jól teljesítettél, ez a lényeg. Igen, mondhatni. A tüdőm is bemaradt egyébként a végén. Volt két öltöztető emberem, aki az elejétől végig ott volt mellettem, akik is nagyon szépen köszönöm a segítséget, egyébként mindenkinek volt. Természetesen a végén ugye két mozdulattal letépték rólam a ruhát, mert ugye az ember már végig azt se tudja, hogy hol van. Tehát, hogy azért mondom, 40 kg plusz súlya futi, hát annyira nem frankó, meg hát ugye nem is azért találták ki a ruhát, mert hogy tűzszerész fut, akkor már ott már mindenki fusson. Úgyhogy, de nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettem rajta. Nagyon szívesen. És a dolgok hát köszönöm szépen még egyszer nektek is a lehetőséget, hogy a délután már ezzel tölthettem, és rábólintottatok. Mondod, hogy mennél, intézzük, nem, Feri? Ott vagyunk, így van, megcsináljuk. Én éreztem, hogy lélekben ott vagytok. Tehát, hogy így. Nagyon szívesen. Jókat akarsz csinálni, csak szóljál, elintézzük. Bali, Feri, ott van. Itt vagyunk, ennyi. Gondolunk, intézzük, oda szólunk. Amit ennyi. Akarsz, hozunk, viszünk, mint tegnap. Ja, abszolút. Ja, igen. Ez nem kérdés. Igen, köszönöm, hogy elindítottátok tegnap is az 50-es villamost, a metrót. Látod, ennyire szívesen. Úgyhogy, de egyébként a sales részéről ott volt Zsuzsi, és végigszúrgott az egészet, és kommentálta, és dokumentálta is az eseményeket, úgyhogy. És a Honvédség is megadta egyébként, nem ugyan, hogy Dr. Benkő Tibor vezérezőre adta át az emlékérmeket, hát, vezérkari főnökről van szó. Mi, öt is mi küldtük. Igen, jó, hogy rácsolódtál egyébként, azt mondta is, hogy üzente, mondtam, hogy nagyon szépen köszönjük, mert szórakozz, már legyél olyan volna, színes. Ha nem megy. Fő, hogy hívja? Hogy hívja? Ja, tehát nagyon jó, tudod, hiszen én is tőle tanultam meg, hogy Benkő Tibor vezérezőres. Tibi, ide figyelj, Tibi. Van ez a futás. Menjél oda, Tibi, mert nagyon nagy farbarúgások lesznek. A honvédelmi miniszter a második. A Jani is ott lesz. Menjél oda, mert nagyon-nagyon nagy balhé lesz, ha nem mész oda. Ezt hallottam. A kettek vannak. Feri, kivel beszéltél? A vezérezredes úrral. Jó, te ott lesz, Tibi, ott lesz Feri, ott lesz a Tibi. Elítéztük Feri. Nem, Tibi uram. Nagy uram. Most pattintottak ki a jövő versenyből. Vezérem is imádnak téged, hát már bennünket nem fognak meghívni. Vezérem, ott vagy? Nagy uram. Igen. Tengerbétiszteletem, nagy uram. Százezredes. Na jó, van, büszkék vagyunk rá, tényleg. Jó van. Gyerekek, mikor indul a 4-es metró? Azt mondja meg nekem, hogy most tartunk. 9 óra 0-0 akkor? Igen, 9 órakor van egy hivatalos átadás, amire nyilván kaptál. Mert én meg oda szóltam. Intézték, ott vagyok. A 9-kor nem is, de a mai napon szerintem, vagy hétvégén mindenféleképpen. Az első szerintem 1000-be benne leszek, aki vagy 2000-be, aki megy a 4-es metróra. Szerintem akkor 9-re menj oda. Igen, 3-4-9-kor már legyél ott. Igen. Hát figyelj, nem tudom mennyien tudják ezt most még. Igen, sokan mennek, tuti. De szerintem még ilyen kíváncsiskodók inkább, fotózók, kíváncsiskodók. Halló! Van itt valaki? Ki? Ritkán irigykedem valakire, de tegnap arra az emberre nagyon, aki lement, mert úgy gondolta, hogy már megnyitották, fölült, mert senki nem szólt neki, ezt ment egy kört, végig fotózott minden, és mindent fölrakott az internetre, és mondom, úristen, ezt miért nem én csináltam, de jó ez az ötlet. Senki nem állította meg. Hát, mindenkit megelőzött. Senki nem állította meg, azt mondta, hogy azt hitte, hogy ez van, az van, lement, azt szelfizett egy 45 ezer darab képet. És az nem tűnt föl neked, senki nincs? Hát gondolta, hogy ez még olyan még kis... nem adták, hát rendesen próbálj, lehet, hogy tudta, hogy próbajárat, de hogy senki nem állította meg, tudod? Végig menni. Nem merték, mert azt hitték, hogy olyan nagy ember. Hát, hogyha ő a hivatalos megint előtt ott van, akkor biztos, hogy ott kell, vagy ott lehet lennie. Igen. Jó napot, szevasztok! Szevasztok, munkáltatok! Szevasztok, hello! És végig fotózta az egészet, végig ment, mit csinált képeket, és felpatintott a netre, az Indexen néztük a Wikivel, nem is tudom, Index. Faragszanak rá, miatt, hogy ő az első kép képes nem, tudósító? Szerintem nem, hát most már azért nagyon sok kép van a neten, tudni. Tehát most már azért nagyon sok összeállítás van, hogy ezt nem tudtad a metróról, azt nem tudtad, ennyibe került, ezért építették ilyen sokáig. Még ami számomra megdöbbentő, és amit én nem tudtam, hogy ez összesen 8 kilométer, gyerekek. Tehát amikor nézed, hogy meddig készült, meg nézed, hogy mennyiből készült, akkor azt gondolod, hogy azért így, hát itt mégiscsak azért így megy egy 20-30 kilométer. Összvisz 8 kilométer. Mennyi a kettes meg a hármas? Mondom neked, mert a mai újságban várja, tegnap vannak, de nem ebben, hanem a másikban, itt van. A leghosszabb ideig a kettes metrót építették, azt 20 évig csinálták, úgyhogy az a hasonló. Na, mondom én neked, az M3-as metróvonal hossza 16 kilométer. Tehát majd pontosan a duplája annak, amit most adnak át. Az M2-es is meg tudom nézni, az szerintem egy kicsit rövidebb. Az rövidebb. Az de hogy ez összesen 8 km ez a metró, ti ezt tudtátok? Hogy én igen. Azt hittem, hogy ez valahogy úgy az volt a fejlődő. A legrövidebb, igen. Az M2-es 10 km. Az állomások számát tekintve is. Az M2-es 10 km, tehát ez a legrövidebb metró egyébként. 11-11 állomása van a föld alattinak, meg az M2-nek, az M3-nak 20, és az újnak mindösszesen 10. 10 megálló. Aha. Igen, csak úgy szíven ütött ez a 8 km, azt hittem, hogy viszonylag hosszabb lesz. Na mindegy, az állomások rettenetesen grandiózusak, tehát az elképesztő.
hihetetlen, hogy mi pénzt költöttek el, hogy ezek így nézzenek ide. Hát ez benne lesz szerintem Európa 10 legszebb metrójába. Az egész biztos. Aztán nyilván a kihasználtságát majd egy éven belül fogjuk tudni, hogy jó, én nagyon vagy nem örülök jó. Neki. Én nagyon örülök neki. Vannak persze olyan hangok is, akik azt mondják, hogy ugyanezt a közlekedést gyakorlatilag a felszíni közlekedéssel is meg lehetett oldani. Én megmondom őszintén, azért kerültem már ugyanezen a vonalon egyszer-kétszer, akár villamossal, akár autóbusszal olyan szituációval, amikor nem annyira örültem neki, hogy a föld felszínén haladok éppen. Szerintem jó lesz, ez jót fog tenni. Sokkal kulturáltabb, ha nincsen semmiféle üzemzavar, természetesen meg jobb a metróval utazni, mint fönt autóbusszal vagy villamossal. Jó, igen, jó lesz. Ez déltől egyébként Tarlós István főpolgármester bejelentésének megfelelően március 28-án pénteken déltől vehetik birtokba az utasok az M4-es vonalán. Várjál már, akkor 9-kor van a megnyitó a főnökség, 3 órát utazgat? Igen, hát egy kicsit megnyitják is, Pogácsak is. Sehogy hogy lenne? Most sehogy, csak 3-a? Hát, hogy érdezem. A főnökség ott utazgat? Hogy csak 3-a? Menjenek egy pár kört. Utána már úgyse fogják használni. Ezt nem úgy mondtam, adjatok már békén, nem úgy mondtam. Szóval kérdeztem, hogy a főnökség egy 3 órát. Hát nem utazik 3 órát, ugye 9-kor elmondják a köszönőbeszédet. 10-kor megeszik a pogácsát, 11-kor megiszák az ásványvizet, meg a rozét, és akkor lehet, hogy még kérnek a pogácsából. Még esznek egy kis pogácsát, tehát ott nincs 3 óra utazgatás, ott van egy kis állófogadás, gondolom egy kis spritzparti, megy a Moje-Pest. A tepertős most lett kész? Ájjájjájjájjájj, majd mindjárt megyünk. Ja. Már egy csomó biztonsági ember hemzseg a pályaudvaron, Kelenföld, Ecseri, ingázó. Aj, pedig élőben szerettük volna tudósítani az első utazást, hogy mondja el, jöjjön föl. Na, azok nem biztonsági örök, valutázók. Igen. Hívjon fel minket, és mondja el, hogy milyen a metró, milyen az íze, a szaga, hogy néz ki, melyik a legszebb megálló, olyan jó lett volna valakit bekapcsolni, de hát itt akkor még csak déltől utazhatom a közönség. Hát már hétfőn te mesélsz. De te hétfőn már mesélsz te. Hétfőn az állomásokról, mert ma mész, vagy holnap, nem? Igen. Ki? Én? Én miért mennék? Mi van? Ki megy? Hogy nem mennék? Megyünk, mi már megvan, beszélve, visszük a Benit, persze. Álba jussz, álszakál? Nem. A Benin. Abszolút. Ja, rajta mindig. Érte, nehogy egy 15-ös képen rajta legyen. Gyerekek, ha valamit átadnak a fővárosra, tudjátok, Bali ott van. Bali ott van, Bali átment a Megyeri hídon, Bali aznap rákeveredett a nullásra, bár azt nem önszántából tette, mikor átadták, és majdnem a Szegedi lehajtóig ment konkrétan, mire lájött, hogy már az új nulláson van. Átadták a 4-es metrót, Balinak ott a helye, nem? Yes, új átadás van az országban, a városban, menni kell. Úgyhogy csinálok majd egy csomó fotót. Úgyhogy ha nem veszitek bele a programba a 4-es metrózást, akkor se aggódjatok, hétfőre tele leszünk fotókkal. Helyes. Szuper. Hozom. Jó. Hozom, intézem. Jó? De nem lesz ott az aljában, hogy MTI, ugye? Ezt ígérd meg, vagy Sebestyén Balázs MTI. Ez egy MTI, Népszava, M1, Híradó, Index, Origo, mindenki ott lesz. Nem, az összesen rajta leszek. Felszelfizem magam. Aha. Úgy ritkán csinálok ilyet, már a Real Madrid meccsen is csináltam egy-kettőt. Mert a selfie az, ha kirakod, nem? Láttam, hogy nem már ilyet csorónász utasoktól, minden oda volt kopizva mögéjük. Ez itt a Taj Mahalnál voltunk, itt a piramisoknál volt, egyébként nem voltunk sehol. Nem, ott leszek. Jól van. Ott leszek tényleg. És élmény beszámolót vezetek. Kis naplót írom. Jó. Kedves naplóm, az első naplóm, megálló a kelenföldi pályaudban. Turista jegy? Ingyé. Leginkább azért megyek. Lógtáltam már annyit, hogy vegyetek. Az meg a másik, amúgy a fogaskerekű lógtunk. Nem, teljesen ingyen élve a BKK és a BKV nyújtott előnyökkel, ingyen megyünk, gyerekek. Nem veszünk egyet. Én meg hülye vettem bérletet. Hát. De a többi nincs ingyen. Na jó van. Oké, játék, ahogy állunk? 2-2. Hoppá. 2-2, véres a mai nap. Ember kell ide, bajuszos. Ugye? Uh-huh. Hogy hozzá ezt a hetet. Most még nyitva hajtod a kérdés, elég erőteljesen, hiszen mindhármunknak. Na, Zsül kiesett az. Ja nem, rajta is van már valami. Tessék, ki van a legjobb forma? Ki ma a legfrissebb? Ki érzi úgy, hogy nem hagynád cserben a társait? Én nem. Rád csak rád kell nézni. Én nagy cserben hagynálok bennetek. Feri, te leszel? Nem, csak mondok, kérdezte, hogy ki, mondom én is. Jó van. Szellemileg. Menjél, akkor hajrá. Én tegnap győztem. Na jó, de kettőt visszaültem a kenyér, illetve majdnem már fél úton vagyok a nyerek felé. Még húz a póni, húz, de már az igen? Egyik lábad beakadt a kenyérbe. Most hát csak meg kell fogni a nyerget, és felhúzni magad, igen. Jó, meglátjuk. Bárki lehetett. Gyerekek, kell a hét, mert a múlt hét elment, nem? Csak mondom. Csak jelzem, hogy mennek el a hetecskék. Anna vezeti heti átlagban is. Nem túl fényes. Nem. Ha döntetlenre hozzuk, március végéig egész jók vagyunk. Mármint az egész évet. Tehát
év szempontjából még egyébként nyitott a dolog. Jól van, lehet jelentkezni játékra, jó? Nagyon sok mindenki ír, mint anyuka, hogy szeretne a gyereke játszani. Most az... Hát semmi akadálya. Nem tud még írni a gyerek. Hát ha már ébren van és reggelizett, akkor játszanak a gyerekkel. Most nem úgy értem, hanem hogy velünk szeretne gyerek játszani. Most ugye milyenkor a műsorvezető és az Anna dilemája? Ugye beadod a gyereket, boldoggá teszed őt, mit kapunk, hogy megint gyereket csináltunk ki, mert gyerekkel merünk csak kiállni. Ugye? De közben meg özönlenek az SMS-ek, 7 éves lányom hetek óta kéri, nevezem be a fekete fehér játékra, Szabó Sárjának hívják, elsős a debreceni Árpád vezérben. Mindig ezt játjuk a kocsiban, visszahívásotokat nagyon várva, köszönettel Bódi Panna. Na most mi van, kiteszed a gyereket, ugye, és boldog talánná teszed, hogy nem engedted adásba, vagy fölhívod, és akkor viszont az van, hogy na nézd meg. Megmondom. Kitaláltam. Na. Igen. Nem baj, megoldottam ezt nem, is. Nem, egyáltalán nem baj, hogy ezt is megoldottam. De ahogy is, nem. Megoldottam. Én örülök. Amikor kiélezett a dolog, 2-2-nél nem játszunk gyerekkel, hogy nehogy fogják a hét elején, amikor még bármi lehet, hétfőn, kedden, pedig boldogát teszünk gyerekeket. Mit szóltok hozzá? Aha. Gyermek hétfő gyermekkel, élesedik a küzdelem, felnőttekre váltunk. Így. Jó? Ez így jó. Szerintem ez így szerintem korrekt. Ez az anyukáknak is jó egyébként, mert egyébként megvennék a gyereket, sírva menne, be, az osztályfőnök ezt észrevenné, szóba kerülne nyilván a családon belül erőszak, problémák számozhatnak. Nem. Hétfő kedden jelentkezzenek a gyerekesek nyugodtan, ha van ott bátor gyermek, kis, jó kislány, élesedik a csata, szerdától beindulunk. Aha. És mészárlás. Okay. Jó? Vagy. Szerintem ez jó így. Na jó, lehet jelentkezni akkor a sokat emlegetett fekete fejrigennemre egy ajándékcsomagatét, illetve a hét, úgyhogy az játszon, aki nem remeg meg. Mi pedig jövünk a hírek után. 7 perc múlva, pontosan 7 óra, hello mindenkinek. Jó reggelt, drága Morning Show hallgatók! Imént a Keletinél jöttem el, a biztonságiak a csövikkel dulakodtak, mert le akartak menni területet foglalni. Ezt mondta az egyik csövi, írja, hát nem hívom őket, így szegények. Megy a harc, a szuper, az szuper új helyért. Már készülnek beköltözni. Hát figyelj, területfoglalás van, nem? Ez hát a székes játék. Einstand. Aki gyors, az odaér. Gyerekek, nagyon jó hírem van. Na, neked? Budapesten a Keletinél erős a forgalom, védik a metrót, eltávolították a medvehagymárus őstermelő Jennifert. 7 fok van, szép idő lesz, anyám szerint a 4-es metró helyén régen tarlós volt, és ma is az lesz. Csumi Erik. Erik! Isten hozott újra a műsorban a mamával együtt. Erik, írd már két mondatot, hogy hol voltál, már pont tegnap hiányoltalak, lehet, hogy leadták a drótot, hogy a Bali hiányol, meg tényleg úgy Jani is, Heri is, mindenki mondta, hogy hol lehet Erik, mit csinált, hónapok óta nem jött Erikes üzenet. Ugye egy sor dobjál már nekünk, hol voltál, hogy visszatértél, mi történt? És hiányzott anyuka is, akit ugyan nem ismerünk, de hát a mondásai azok átlögdösnek bennünket a nehéz reggeleken. Igen, alapvető bölcsességeket kaptunk tőle mindenre. Igen. Így most. Igen. Na ugye megbeszéltük, hogy hétfő kedden játszanak, akkor inkább gyerekek, ma csak az játszon, aki vérti volt, erre jött egy ilyen SMS. Bali, egyezzünk meg, te hétfőn boldoggá teszed a gyermekemet, én hétvégén boldoggá teszem Viki. Tiszta sor, gyerekek, őszinte beszéd. De te adod, nem? Hát mindent a hallgatókért. milyen jó SMS, igen. Na jó, megnézzük, hogy ki a hét utolsó és egyben legfontosabb játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt! Csipás vagyok. De szép. Ó, ez, hát akkor egy fürdést tudnánk ajánlani. A nevedet elárulod? Tibor. Hello, Tibor, jó reggelt! Tibi, honnan is? Szervusztok, neked? Jó reggelt! Jászberényi vagyok, de most a Nagyon Rossi gondtól túlszkodom. Nagyon Rossi? De jó is az. Mit csinálsz ott Jászberényben, mit dolgozol? Tehergépkocsi vezető vagyok. Mi van? Tehergépkocsi vezető. Ja, tehergépkocsi. Aha. És sikeres vizsgát tettél ma valamiből, vagy teszel? Tegnapi nap folyamán volt ez. Miből? Így van, egy juhászatból egy szakvizsgát. Juhászatból? De komoly. Hát mire kell ott figyelni? Egészség, összetartás, vagy mi? Egészségügyi szapogulat, összetartás, így van. Aha. Legeltetés, technológia. Kutyázni tudni kell? Tehát kutyával terelni? Az is vizsga feladat? Hát, de csak úgy, hogy terelői búják között. Aha. De nagy. Bordori. Nagyon jó. Jó. Kérem, állítsa meg őket. Hova mész az anyádba már? János, föl vagy véve, már is jöhet. De jó, hogy ilyet hall az ember, hogy juh és kecske tenyészetből valaki sikeres vizsgát tesz. Ugye ez tenyésztés, meg tartás?
Így van, 13-on voltunk, szerencsére mindenki sikeres vizsgát tett belőle az ország különböző pontjairól jöttek össze. Akkor van 13 juhászunk? Vagy 13 állattartom? Plusz 13, illetve mínusz 1, ugye, mert Stadler úr mostan nincsen köztük. Igen. Neki más dolga van. Neki más dolga van, szegény, igen. A tanfolyam ez mennyi ideig tart? Ez szeptemberben kezdődött. Szeptemberben. Azért megadták a módját. Hát az nem úgy van, hogy egy hét alatt megtanulod. Hát mondom, akkor leteszem már én. Feri, ezt soha nem fogod megtanulni. Azért, ezt csak gyakorolni lehet életed végéig. Na azt gondoltam, hogy megszerzem a juh egyet. Már később a Birka kettőt. Az emelt szintű juh. Nem, ha más jogsít a juhra, aztán a B-set, C-set is így mehetsz. Mondjad! Jani, úgy hallottam, ugye, hogy te tegnap egy ilyen nagyon komoly súlyval futottál egy elég komoly távolságot. Igen, önmagamhoz képest mindenki. Na most egy ilyen növendék birkuci az olyan 40 kiló, hogyha gondolt kablanyok, az is fuss fel egy kört. Az a baj, hogy utána lőnek, mert azt hiszik, hogy lopja a birkát. Így van, na most ez az, amit terelném, de lopni nem annyira. Tehát... Na jó van, kivel szeretné játszani? Balázs, miután az egyik földi, mert tegnap előtt elég gondosan lealáztad az Ottót, a hagyma királyt, revansot szeretnék venni a játékot. Hát már el is felejtettem, ami drága Ottónkat, milyen jó kis játék volt. Tényleg, itt volt Ottó, de jó volt, szerettük. Jó, játszunk egy jót, jó Tibi? Rendben, hajrá! Nézzük meg, mire megyünk egymással, Jani. 3, 2, 1, fire! Itt vagyok. Jó van, picit megijedtem, hogy eltűntél. De hát... Ne jedezzi. Na, ez még semmi. Ne jedezzi. Jó. Balázs. Tessék. Akarsz hozzám jönni birkahajcsárnak? Kipróbálnám egyszer szívesen egyébként. Nehéz. Volt hozzá élőben már között? Az állathoz? Hát ezt még soha nem csináltam, megmondom őszintén. Figyelj, nehéz dolog ez? Nézőpont kérdése. Ha szereted az állatokat, semmi problémát. Állj meg, Jani föltette a kezét, jogos. Soha nem, ezt most. Jogos. Soha nem csináltam. Nem azt mondtad, hogy soha sem. Nem. Nem azt mondtam, hogy soha sem. Nem mondtad soha semet. Soha nem volt benne egy se. Nem tudjuk esnek hallani? Soha nem csináltam ilyet. Igen. Hey, szép volt, Tini! Köszönöm szépen, köszi fiú! Ráadásul már csináltad is egyébként. Túl kevény írtál birkát. Annyira koncentráltam, hogy ki ne mondjam. Majdnem 30 centit terektél. De Balázs, te tényleg voltál birkanyíráson, látod, rosszul emlékszem. Persze, eszembe se jutott az, amikor kitelepültünk. Hát örültem, a szavakra koncentráltam meg, hogy tudom visszavenni az irányítást, meg mit kérdezek tőled, hogy összezavarjalak. Hát nem tudtam most erre koncentrálni. Figyelj! Méltó ellenfél voltál, köszönöm szépen. Hát te is azt kell, hogy mondjam. Jó játék volt. Sajnálom, hogy nem ment végig, mert akartam támadni. De viszont így van egy ajándékcsomagod. Nagyon szépen köszönöm. Ügyes vagy, még egy tapsot megérdemelsz, tényleg. Köszönöm szépen, kellemes hétvégétek, tesz kartok. Hát az lesz, nagyon köszi. Kárpótlásul, Balázs nyertél a 4-es metrón egy ingyen utazást oda-vissza a családoddal. Szerintem használd ki. Te állod a kört, kösz, megyünk. Vasább déli. Köszi. Két kört. Jó van, ciao. Köszönöm szépen, sziasztok! Hello! Szia! Kutya fáját! Basszus, pedig nagyon nyerni akartam. Szerintem sohasemet mondtál, de nem tudunk ugye challenge-et kérni, mert tegnap nyírtuk ki, hogy hallgassuk vissza. Soha nem magunknak azért visszahallgathatjuk, de én szerintem, most már szerintem így visszagondolva, igen, ez nem volt. Ez nem volt. Istenem. Bocs, reflexzerűen kaptam fel a kezem, ácsikolt. Na, úgyis észrevették volna. De elmen már ide. Elment a hét? El. De nem rajtad ment el. Próbálj meg velem jönni, hogy 10-ig ne legyen rossz napunk. Nem, én már szívnám a véreteket, úgyhogy nyugodtan, hát miért nem? A front, biztos a front. Fúák vagytok. Gyerekek, na jó van, mindegy. 7 óra van, pontosan jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi. 7 óra múlt 14 perccel, itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók, gyönyörű idő van, gyönyörű idő lesz. Egészen jövő hét közepéig marad. Ez a nyárszerű idő, szinte 20-22 fok, jövét kedden, vagy szerdán lesz majd egy kis változatosság, addig viszont egyre több helyen ragyogó napsütés. Nagyon jó idő, tavaszi időjárás. Kérek. Nem bírok mozdulni. Igen. Kaptunk egy olyan szép tálat, gyerekek, hogy az valami gyönyörűséges reggelire, igazából. Ajándékba, ugye? Én tulajdonképpen. A hétvégén igen. Kézműves magyar ízek lesz megint Budapesten. Bizony. És most a sajtra mennek rá, és lesz, nem számom, szerintem 200 magyar sajt műves, akik elhozzák. Ebből kaptunk egy szolid ízelítőt. Igen, ebből egy kis 5 kilót, és abból megettünk most 2. Igen, tehát ami marad, az a tiétek a hétvégén.
Nagyon jók voltak. Nagyon-nagyon súlyosak. Igen, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Fincsik. Kutyasétál az M3-ason Budapest felé a 137-es kilométernél üdv Erika. Csumi arcok, meg vagyok, csak el vagyok havazva kicsit, de követem a műsort. A nagytesó figyel, Erik. Köszönjük. Nyíregyháza, Tüzér utcán mérnek egy ezüst Seatból, Moncsi küldte nekünk. Birkanyírás után birkanyerés, mi jöhet még, írja egy hallgató. Csak mondom a statisztikát, mert Anna összeszedte, hogy 12 hétből 6 hetet hoztunk. Két hét volt döntetlen, és 4 hetet nyertek a hallgatók, a mostani hét is benne van a statisztikában. Aha. Tehát egy picit vezetünk csak, de nem nagyon. Nem nagyon. 12 hétből 6-7, 2 döntetlen, és 4 nyert. 7. A hallgatóknak. Tehát 6-4. Ha döntetlenekben mondjuk nem adunk senkinek pontot. Akkor 6-4 jelen pillanatban. Az azt jelenti, hogy... Hogy nem nagy az előny. Igen, hogy nem nagy az előny. Néhány pontozónál vezetünk, de... De nem egyértelmű, nem tiszta, hát nem tiszta ez a pontozás. Nem K.O., igen. Ez a jelenlegi helyzet. Budakeszi dugul befelé lassú haladás, mert a Bolondok házában még a WC-ablakot is kinyitották. Kamatmentes szép jó reggelt kívánok mindenkinek. István küldte nekünk. Székesfehérvár és Magyaralmás között teljes szélességben útfelújítás van. Még hetekig. Folyamatos félpályás lezárások. Sebességkorlátozás, ezt Imre küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ez a hét is elment, mondta Hófehérke, és felkelt az ágyból. Igen. Jó, egy szép ebben a formában. Van még egy fontos, Debrecenben a hétvezértől Vámos Percs, vagy Percs, ugye ékezet nélkül van, felé aki tud kerüljön, mert áll a forgalom rendőrül a villanypózna tetején, és ordibálja a színeket. Jamal Jamal küldte nekünk. Olyan automatát láttam tegnap, nem tudtam, hogy ilyen van. Friss narancs automata. Friss narancsot lehetett benne kapni, de narancs levet. Friss narancs levet lehetett benne úgy kapni, hogy automata ott vágja előtted ketté a narancsot, és 350 forintért 2 deci narancsot ad neked teljesen tisztán. Ez egy budai bevásárlóközpontban ingáztunk tegnap. Megvettem. Egy nagyon fontos dolgot. A karácsony ajándékot. A tavait. Megvettem egy nagyon fontos dolgot magamnak, amit már régóta szerettem volna, aztán kiderült, hogy fölöslegesen tettem, de nem is ez a lényeg. Narancsautomata, gyerekek. Nagyon jó. Odász, 3,50. Hát ezt beálltunk, és mindegy gyerekek így dobáltuk be, Benni is hívott, itt Viki is, én is itt a mennyet. 3,52 deci, hát nem mondom azt, hogy baráti az ár. Előtted beesik egy ilyen kis szeletelőbe a narancs, behajtja, ráhajtja egy ilyen pengére, ott van a penge, elvágja, betolja alá a poharat, és szól, amikor kész vagy. Ha visszajárót kérsz, megnyomod, ha rádobsz, még a kújabb adagot. De jó. És poharat is ad. És ad műanyag kis poharat ad. Igen, nem enged hozzá levet, tehát láttam, hogy amikor nyomni kezdte a narancsot, akkor indult meg, tehát nincs kis vízzel turbózás, meg semmi. 100%-os narancs automata. Én nem láttam még ilyet, nem örültem neki. Nem volt pixel hibás? Hogy? A képernyő nem lehet, hogy egy, hogy hívják, az egy full HD-s felvételt tésztél végig. Újra és újra elindul. Nézd! Ott gurul. Én már az ugyanúgy gurul, mint az előbb. Nézd már, mennyire jó. Nézd már, mennyire jó. Igen, szóval, hogy ez tök jó ötlet. És ez jó. De jó, miért nem nekem jutott eszembe? Illetve én nagyon sok helyen ilyet még nem láttam. Biztos baromi drága, hogy beleszorsz 6 kiló narancsot, ha aznap nem iszza meg senki, akkor az abba bele is rohad. Hát, ha hűti, akkor nem. Viszont ha hűti, akkor kevésbé, és 3,50 éri szól egy narancslevet. Oda fogok járni. Narancsléjér? Hát ezt gondoltam, hogy beállok parkolok. Kannával. Igen, és viszem a narancslevet. Ez tök jó. Ez nem? Jó. Milyen frissen facsart volna, teljes eredben van. Azon gondolkoztam, hogy milyen automatákat lehetne még kitalálni. Hát megmondom én neked, én például most vizionálok egy hatalmas automatát, amiben minden reggel bevezetnek egy tehenet. Bedobod a kis izédet, 200 forintot, de megbírod, így nem is tehén tejet. És figyelj, és ott nyers tés, tessék a szemed látára, ott kérődzik az állat, kinézi időnként. Ja, de fején kilógna az és beáll, és a másik oldalon. Tehát úgy lenne, hogy tehén, puszít az orrára. A hátán automata és a farka. Így van. És pont a tőgyénél lenne. Bevezetik minden reggel, így van, ott van a kis fejőgép, bedobod, ami csak akkor indul el, hogyha... És időnként az a jó, hogy itt nincsen olyan, hogy mit tudom, a narancs automata nem kiavál oda neked, hogy ugyan görgessél már le pár belőle, belőlem, így áll meg, viszont a tehén jelzi, hogyha feszül nagyon a tőgye. Nézd már szegény, menjünk már oda, fejjük már, bedobod a kis kétszer. És friss tehén tejet is van. Mondjuk gyomor kell hozzá, picit fosat, de nem tűnik rossznak. Hát legalább a WC-snél is keres rajta. Na, a két boltot együtt kéne üzemeltetni. Teljes narancsos. teljes narancsos WC. Nyilvános. Tessék, mindenki gondolkozzon el kicsit, milyen automatának örülnél még, ha lenne?
Csak mondom, hogy egyébként feltaláláshoz jutottunk, tehát ha most kitalálunk valami jót, akkor... A tehén az még véleményes rákötni egy tehénre, de egy csomó olyan automata lehet, ami igazából az embereknek hétköznap egy pillanatra kell. Ugye mit láttam én tegnap? Láttam fotóautomatát, tök jól csinálsz igazolványképet, tök banális. Láttam egy olyan automatát, ami ilyen rostos gyümölcsleveket ad ki, nincs benne semmi, csak gyümölcslé. De az dobozos, tehát nem akkor facsarja. Dobozos, aha, nem akkor facsarja, illetve láttam ezt a narancs automatát. A narancs automatán kívül általában ugye egészségtelen dolgokat kapsz automatában. Kólát, üdítőt, mit tudom én, olyan dolgokat, amik hát nem biztos, hogy feltétlenül, mit tudom én, hosszú távon jók. Nyilván egyszer-egyszer persze az ember ijad belőle. Vagy ehet szendvicseket, ilyen előre legyártott, ilyen chipseket, csokoládékat, hát csupa egészségtelen dolgok. De most nem csak kajára gondolok, bármi, ami beállsz, az automata neked megcsinálja, megoldja, kijössz, és egész egyszer jobb lesz a közérzeted. De ezen kattogtam tegnap, hogy miért nem tudunk megint valamit kitalálni, ami egy világszabadalom lenne. Te elindítod útjára az első ilyen vagy olyan automatát. Hát mennyi minden kell az embereknek? Az elmúlt év legnagyobb ötlete Szaúd-Arábiában az aranya automata a repülőtéren. Isten, igen. Igen? Esküszöm, oda leszállsz, és kapsz egy SMS-t, hogy ránézel az arany árfolyamra, és ránézed, hogy most érdemes venni, odamész az automatához, nyilván nekem nem ez... aprót bedobsz, hanem igen, a bankkártyát betolod, és vehetsz aranyat. És aranyat, tömbben. És akkor veszel, mit tudom én, grammot, 10 grammot. Igen, befektetés. Kicsit hibalkodó. Hát, de. Kicsit arcoskodó, hogy aranyautomata. Ráadásul ott van helye, az ott jó. Igen, Magyarországon igen. Viszonylag kihasználatlan lenne, illetve a fenéket első nap föltörnék és elvinnék. Első nap elvinnék az összeset, és kirabolt aranyautomatákat találtak a kávintéren, lenne az autóban. És ott a nevelet egy becsüs, egy kis reszelővel, meg királyvízzel, hogy rögtön le is csekkoljanak. Érted, tehát hogy automatából aranyat venni. Ők bíznak benne. De tessék, ki mit szeret inni? Ki mit szeret enni? Kinek mi hiányzik napközben, hogy nincsen? Mi az, ami jó? Például én föltalálnék egy olyan automatát, ami itt volt tegnap ez a vasalás, vagy tegnap előtt, hogy bemész, elhúzod a függönyt, lerakod az ingedet, aha, lerakod a nadrágodat, ugye elindulsz reggel, nincs előtt vasalni. Tudod, hogy úgyis arra mész. Berakod az ingedet, átmegy egy ilyen kis, mint amikor a csekket így feladod a postán, átmegy egy ilyen forró görgön, kiveszed egy válfát, felveszed, rásül a bőrödre, vársz egy kicsit, ki vagy vas, és indulhat. És a dentász alsógatjában a gép mellett. Egy ilyen függöny, elhúzod, beadod az ingedet, vasal egyet, kidobod, kész, meg vagy. Teljesen rendben van. Tök jó dolgokat lehetne kitalálni. Üzletemberek egyik tárgyalásról a másikra, mondjuk nincsen el a váltás ruha, és akkor fogja magát, bemegy, kivasalja az ingét, visszaül az autóba, és megy. Na most, ha magyar a megoldás, akkor az automata belső részében, amit te nem látsz, egy fő Erzsi néni ülne egy vasalóval, bedobod a 300 forintot, akkor elkezdi vasalni az ingedet. Igen, ez is megvan mondjuk, de nem, hát ennek lenne egy forró görgője, átmegy az ing, visszajön, kész, ki vagy vasalva. Nem? Zuhany. Háziasszonyoknak mit lehetne segíteni, miket lehetne menni, zuhanyautomata? Igen, én ezt például nyáron kifejezetten igényelném, például én Berlinben találkoztam már ilyennel a pályaudvaron, hogy szépen bementem, odaadtam a pár feningemet, akkor tájt, és akkor ráadásul ez ugye a kelet-német oldalon volt, tehát hogy azért csak jelzem, hogy ebben az egy dologban talán egy picit előrébb jártak, mint mi akkor. Bementem, odaadtam néhány feningemet, lezuhanyoztam, visszavettem szépen magamra a cuccot, megtörölköztem. De ez nem automata volt. Nem automata, de akkor is egy szolgáltatás automatában is meg lehetne valósítani, simán beállt. Hát hogy vannak, egyébként pont azt mondja, hogy valahogy az Engels tér környékén láttam egy ilyen hiper-szuper toalettautomatát például. Hát ez basszus, komolyan mondom, hogy hazavinném, ezt beépíteném. Annyira rendben volt, de nem, iszonyatosan igényes volt. Bement, az egész tip-top volt. Tehát, hogy mostanában egyébként már ilyen nagyon lerohadt WC-kkel, aluljárókban sem lehet találkozni, én magam is meg vagyok rajta döbbenve sokszor, én azért ezeket előszeretettel használom, hát nyilván, mivel járkálok, kelek a városba, nagyon-nagyon tip-topok, de ez az automata például tökéletes. Na, egy ugyanilyet zuhanyzóban simán el tudnék képzelni. Mit tudott az automata? Tehát letakarította a WC-deszkát, ilyenek? Vagy csak... Igen, aha, igen. Az jó. Egyébként tusolni tudsz az autópályákon, a benzinkúton egy csomónál van. Ja, tényleg. Majd most megmutatom. Nagy nyomásúval, jó, mindenképpen. Ne, nagyon tényleg van. Egy százasért, elől százasért által, és egy fényesítő öblítés majd kérje rám. Nagyon esemesek jönnek, kávé cigivel automata, csak egy szál a poáros szellúszózba. Mekkora ez? Jó, nem? Megérkezik a kávéd, abban a pillanatban kapsz egy szál cigarettát. Hát ennek a dohánygondosok nem annyira örülnének, de ez mondjuk jó lehet. Egy szál lenne egy pici lyuk, oda betartod, és a tüzet is ad. Mert hogyha cigid nincs, akkor lehet, hogy tüzet sincs, ugye? Igen. Gép meggyújtja, viszontlátásra. Igen. Én írja egy hallgató, én ezt Füreden láttam, csali automata az megvan? Az megvan.
Balaton környékén rakják le, csali automata, ugyanúgy bedobod, és ugyanúgy leesik. Ilyen csali, olyan csali, G4, P6, X8 bedobod, és ki tudja neked választani, hogy te melyik csalival indulsz el. Reggel földobod a kis, mekkora ötlet, Balaton környékén csali automata. Földobod a pecabotot, nyilván a profik nem így mennek, amatőr hobbihorgász, hogy nincsen csali. Ott a csali automata. A Füreden van a sétány mellett egy ilyen kis pici utcában. 100 forint, és megérkezik a csali. Nagyon jó. Csali automata. Hát mekkora? De a Városligeti tónál is van ilyen kacsaetető automata. Tudod, igen. Hogy direkt olyan jó kaját adjon nekik, ne valami vackot igen. Dobálj be. Ne hát perencengel dobálják a kacsákat. Ne egész perencengel. Ami nekem egy kínszenvedés, ezt írják a hallgatók is, például a borotválkozást. Az húzom, halasztom, még egy nap, még így, kéne pengét venni, életlen a penge, nincs kedvem, jó lesz az még holnap, tegnap este átestem rajta, de szörnyen utáltam. Borzalmas. Hát például egy miért ilyen. Mondod, hogy borzalmas, rendesen megvan. Nem, tehát csodálatos, hogy de maga az ilyen. Például egy ilyen. Nem tudom, hogy lehetne megoldani, hogy mechanikusan mondjuk nem mindenkinek ugyanolyan arcot csináljon, de hogy beülhetnének pasik, nem? Elhúzod a függöny, kinyúl egy kéz, összehabozza az arcodat, három húzás így, három húzás úgy, mögöllet kijön egy kés, megigazítja kés, hogy én baromira használnám. Vagy úgy, beülsz és megcsinálom téged a borotválkozó automata. Egy kártyán le van mentve a fazon. Szerintem az lenni jó. Bedobban. Kész. Biztos, hogy használnám. Tök király biztos, lenne. Hogy használnám. Annyira utálok borotválkozni, hogy az biztos, hogy használnám. Amit ír egy másik hallgató, nagyon jó ötlet, hogy miért nem csinálnak olyanokat, amit sima csak készfertőtlenítő. Odamész, bedobsz egy százast, kezedben nyom valamit, ki tudsz tépni egy papírt, kiad egy adag papírt, ad egy adag ilyen cuccot, kitéped a papírt, kész. Ez megvan férfi vécében, meg női vécében, de rengeteg helyen nincs vécé, nem? Aha, több praktikus csak ez akkor használt, ha vécére. Nagyon jó. Ugyanígy bajusz, szakál, trimmelő automata, odamész, és kész van. Uram, itt csak arcot trimmelünk, ne arra, hogy egy kicsit lehajolna, vagy felemelné, tudod, és bent egy kis ember ott ülne, igen, akinek be lehetne. Szépen, igen. Jó, hát valaki írja tükörtojás békönöl automata. Igen, igen. Feleség automata. Ha nem dobsz be pénzt, nem ugat. Írja Bölé. Parfüm automata. És csak egy fújást ad. Ugye, mondjuk 50 forintért beállsz, fölteszed a két kezed, kiválasztod, és akkor minden reggel, amit szeretnél. Írjatok már meg, hogy szerte a világban milyen automatákat láttatok. Csak kíváncsi vagyok tényleg, hogy mi van Ausztriában, mi van Németországban, mi van Ázsiában, milyen típusú automaták vannak. Szerintem egy csomó minden van, amit mi nem is ismerünk. Ausztriában van például tojásautomata. Főtt? Nem, gondolom, hogy meg tudsz venni 6 darab tojást, viszed a kis dobozodat, berakod és betárazza neked a tojást. Nem? Az érdekes. Szenzációs. Hát délután 2-kor már főtt. A japók nagyon jók ebben állítólag. Igen. Tehát ott ilyen utcahosznyiban vannak az automaták Japánban. De mit árulhatnak? Hát mit ugye használt tini bugyit, azt tudjuk. Igen, hogy de ott még is mobil automata is van. De tehát, mobil telefon automata. Feltöltök kártyával együtt, be van a mobil telefon mellé, ott van a feltöltő kártya, bedobod a kis lóvédat, hopp, és már tudsz telefonálni. És tudsz telcsizni. Az mondjuk ötlet. Az orgazmus automatát érek még nagyon sokan, hogy becsütszens és gyorsan töltök. De oda viszont ne tegyünk függönyt, nem? De annak miért? Ja, hogy nekünk, azt hittem, hogy csak bedobod, és meghallgathatod egy orgazmust. Nem, beülsz, és tekintettel korra nemre, kinek mi kell, vagy kinek mi jár, ból 3 perc alatt. 3 perc alatt. Egy hatalmas bum-bum finissel. És forgószékkel, vagy mivel? Hát igen, ez kérdéses, uh-huh. Hogy ezt hogy tudod jól megoldani. Igen. Frecs automata. Ugyanarról beszéltünk, Feri, fehér, most mondtuk. Igen. Rozé, ja, de nem orgazmus automatára gondol. Igen. Tehén automata már tulajdonképpen létezik az Óbudai Lajos utcában, minden reggel friss, pasztőrizátlan termelői tejet töltik fel, és annyit, amennyit az igen, 20-40 forint bedobsz, igen, és ugye oda tartasz rá egy üveget. Azt meséltem, az Velencén is van ugyan, ilyen friss tejet behozzák minden reggel, alá teszed az üveget, na de ott az élmény. De azért föl kell forralnod, nem? Igen. Persze, ha hazaviszed, akkor igen, még egy forralást kell neki adni. Igen. Találkoztam már óvszer automatával, oké, okay. Fogkefe tisztasági csomag automatával, sőt, Ausztriában van zuhanyzó automata is. Tessék, tényleg? Akkor nagyon ezt megcsináltak. Ez nagyon igen. Szimpatikus. Igen, Angliában is van zuhanyautomata, pénz, bedobsz, beállsz, és minden oldalról megcsapat, utána meg van szállító üzemmód is, ami egész egyszerűen gyorsan megszállít. Ezt Pacsi írta nekünk. Hát akkor ezt csinálj csak, ott hova teszed a ruhád? Ledobod, bemész ilyen kis kabinszerű igen. Valami lehet ez, nem? Igen, de szerintem nyáron ez maga az Isten áldása. Ez fantasztikus lehet. Ami nem tudom, hogy bemennék-e. Tudod, ott 60-an zuhanyoztak, beállsz a kis papucskáddal, lábgombát hát, kapsz. Tehát, nincs már papucs, igen, kezdődik. Tehát nekem ez elég intim már ahhoz, hogy zuhanyozzak ott valaki után, tudod.
beállsz, mesztelen vagy, mezitláb, nem tudod, ki csináltod, mit csináltod, kifürtöd. ez egy kicsit necces, hogy mit tudom, nagy üzemben zuhanyozni, az azért ahhoz nagyon szerintem higiénikusnak kell lenni. Úgy lehet megoldani a dolgot, hogy maga a szőnyeg ilyen befele forduló, ilyen forgó szőnyeg lenne, mint ahol hogy például vannak ezek a kéztisztító, vagy kéztörlő gépek, ahol ott forog például ugye ez a vászon kéztörlő, vagy például ugye a toalettekben, a WC-n, ugye ez a forgó nejlon. Nézzük, hogy szerte a világban milyen automaták vannak, nagyon jók. Indonéziában gumipapucs automata van. Gumipapucs. Bedobod, megkopod a kis flip-flop papucsodat. Hanyas méret, beütött, kidobja neked, kész, meg vagy. Dubájban aranyautomata, igen, erről beszéltünk. USA Universal Studio új lenyomatos csomagmegőrző. Nem pénzes. Az elég izda, nem? Oda mész, betesz. Visszacsuk, és csak az elég szemtelen. Las Vegasban a használt pókerkártya automata. De az mi, az leadod és kapsz újat? Nem tudom, vagy ha nálad maradt kártya, akkor azt leadod, és akkor mint tudom, lehet, hogy kártyának megfelelő centet vagy dollárt kapsz, ezt nem tudom. Csak lehet, hogy csak egyszerűen bedobod, és összegyűjtik, hogy ne dobd a kukába? Az is de lehet, ez jól hangzik, és annál kevesebbet kell fizetni, érte, minél több lap hiányzik belőle? Igen. De ne, ezt nem tudom, hogy mivel. Németországban van Travel Pussy automata is. Susu írta nekünk. Az mi lehet? Hát, tudom, mi a puszi, de hogy... Én külön-külön tudom, de hogy így együtt... Az... Lehet kapni fölfújható. Igen? Mű. Ja, már most már, na oké, meg vagyok. Jó van. Meg vagyok. Érted. Nem. Erre soha nem fanyagodtam még. A kampóval plusz állatokat kimarkolázható automatákat szüntesse már meg valaki. Egyes helyeken sikertelenség esetén ajándék kitűző. Az megvan? Soha nem tudsz belőle kijönni. A büdös életben nem szed ki valamit. A másik, amiről már régen beszéltünk, szintén a kedvencem volt, nagyon sok apró pénz volt bedobva. És különböző szinteken, különböző szinteken mozogtak a dolgok, és mindig úgy tűnt, mintha már csak egy 20-as kellene, és leszakad, mit tudom én, 3000 forint. De hogy úgy volt megcsinálni, hogy bedobtad a 20-ast, az a tetejére esett, nem gurult lejjebb, és hiába billegett 100 darab 20-as a szélén a szakadéknak, nem tudtad leverni. És annyira jól van, hogy csak dobáltad be. Én ezt imádtam. És soha nem nyertél. Volt, ez a Vidámparkban is üzemelt egy időben, és én imádtam. És a lögdösted letiltott. Akkor megállt azonnal. Gyere már, ha meglökted, akkor leesett a pénz, de akkor nem nyílt ki a kapu, és nem kaptad meg. Igen. Amit nem láttam sehol, de például szerintem sokan igényelnek például az orrszörvágó automata. Oda mennél, áll, aki két kis... Ez hogy rá kéne hajolni? Igen, és rá kéne hajolni. Két forgó szerkezet kiállít. Úgy lenne, hogy hívják, hogy két kis párosával állnának így a csipeszek. Igen, és különböző méretben. És szépen oda mennél... Kicsit rosszul látsz, vagy azt hiszed, hogy egy kontaktlencse mosolyog. Akkor azért az úgy egy picit csúnya, igen. Agárdon kerékpár belső gumiautomata. Oh, az nagyon praktikus. Tényleg van. Kerékpár van belső gumiautomata. Minden méret, minden vastagság. Dobod be a lóvét, veszed ki, és már szereled is. Az nagyon jó. Gyerekek, hát mondtam, hogy ebből meg tudunk gazdagodni, csak valami jót kell kitalálni. Hát mekkora ötlet. Nem tudjuk, hogy ez a gumiautomata, ez mennyire... hozza a pénzt. Valaki írja, egyébként tudok róla, és valamikor ki szeretném mindenképpen próbálni, ez a Quargli automata. Köszönöm szépen annak, aki megírta egyébként, a híres olmüci pogácsasajt hazájában, Csehországban lehet vásárolni. Oda mész az automatához, és veszel egy csomag Quarglit. Jó. Érte? Zseniális. Az is jó. Pizza automatát is írnak, érmebedobás után négyféle pizza közül választhatsz, ott helyben süti meg. Ez a Splitben van. Azért az kicsit Mirelit jelleggel, de igen. Kiválasztod a pizzát mikróból, vagy a hidegből, a Mirelitből átmegy a mikróból, megsüti neked, és érkezik a pizza. Óriási. Na jó, van, köszönjük az SMS-eket. Érdekes, tegnap mondom, ezen filóztam, hogy miből lehetne még automatát csinálni. 7:30 volt pontosan, 4 perccel Óven bácsira lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 múlt pontosan, 1 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Fú, Jani valami nagyon durva videót mutat. Atyaisten. És hova repül az arc? Egy modern csúzli, ami nem tudom melyik országban van, két rúd közé. Jézus Isten, kihúznak egy embert, jippel hátrahúzzák az embert, vagy ilyen kvaddal, és a kvad egy kellő pillanatban elengedi az embert, és mint egy csúzli kilövi. Ez hol van? Ez szerintem Ausztria lehet. Veteg. Atya is. De óriás, egy ilyen élő csúzli. Ugyanez, ez működik egyébként, például a Szigeten is volt, csak ott ugye fölfelé lő. Igen. Alulról fölfelé, de itt vízszintesen mész. Vízszintesen, és ráadásul egy hegyoldalnak lőnek neki.
Hát csak a vicc kedvéért. Hihetetlen. Hát és van benne legalább egy ilyen, hát mennyi lehet, ez legalább 15-20 méter, igen, amire eltávolodsz. Hát beteg. Igen. Ki volt ez az agyon szívott, nagyon pörgős Chris Cab. Chris Cab. Chris Cab valamit bevett. Aha, elég régen, Cab. És így maradt. Uh-huh. Egy kis reggi. Uh-huh. Lötyögő vasár, vagy mi ez, péntek reggeli napfényre való. Atya, úristen, igen, kemény volt, igen. Vannak friss közlekedési híreink, M3-ason trafiznak, méghozzá 48-as kilométernél, mindenki vigyázzon, ez Nyíregyháza felé van, állítólagosan. M5-ös Budapest felé 27-es kilométernél őzik-e a kerítésen belül, ezt Minyu küldte nekünk, lehetőleg próbáljuk meg nem elütni, köszönjük szépen. Még nagyon sok automata jött, hogy hol mit kilátott. Budakeszin nincs semmi, 5 perc alatt átjöttem, ezt Hajni írja. Gyerekek, ha egyszer ezt a reggeli rádiózásban én megértem, hogy hogyan jön be egy SMS, hogy Budakeszin áll a sor és lépésbe halad, majd Budakeszin nincs semmi, 5 perc alatt átjöttem. Hogy ez ugyanaz a Budakeszi-e, vagy egymást követő két ilyen SMS, 4,5 percen belül hogy jön be, azt én soha nem fogom tudni megfejteni. Ilyenkor olyan szinte szívesen ránézek egy webkamerára, nem? Hogy tulajdonképpen akkor most mi a helyzet? Igen, Budakeszin nincs semmi, 5 perc alatt átjöttem, áll a sor, itt állok Budakeszin, 4 métert haladtunk fél óra alatt, és a két SMS között 8 perc telik el. Hogy ilyenkor mi van, ez egy fekete lyuk? Vagy ja, mi történik? Helikopteres forgalommérés. Igen. Na, csak gyorsan még zárjuk a témát, mert mindjárt játszunk, csak hogy még milyen automatákat találtak ki világszerte. Szenzációs. Madridban cigi automata, oké, hát ez abszolút ismeri. A lángosütő automata az neten van róla videó, magyar találmány, ez tényleg van. De utána néztem a pizzasütő automatának, ez nem Mirelit pizza, képzeljétek el, ezt egy amerikai egyetemen fejlesztették ki, 3 perc alatt a semmiből előtted összekeveri a tésztát, beleönti az olajat, aha, mindenféle keresztőt, és valahogy egy ilyen gyors ütőben megcsinálják neked, amerikai egyetemisták fejlesztették egyébként ki, és végignézheted az egész folyamatot, hogy a semmiből önt, kever, dagaszt, süt, rátesz, feltét, felszeletel, és nem Mirelit pizza, a nulláról kezdi a pizza készítés. Már egy ilyen Giuseppe robot. Egy-egy Giuseppe robot csinál mindent előtted mosolyogva, hogy hívják a kis séfkalapba, vagy ilyesmi. Igen, hát figyelj, összeadja a lisztet, keverőtálba, vizet ad hozzá, összekeveri, összegyúrja, lapos korogot formál belőle, aha, valamikor a második perc táján ráspriccel egy adag paradicsom szószt, uh-huh, rádobja a kívánt feltétet, 4 féle pizza, margarita, békönös, sonkás, zöldséges, végül egy kis infrakemencében készre süti a pizzát. Az egész folyamat kb. 3 percet vesz igénybe, a friss forró pizzát egy kartonlapon kapja meg a vevő. 3-4 euróért friss pizzád van. Óriási. Hatalmas ötlet. Kis kellesztés, nem ártam. Igen, ezt akarod, hogy is van keltésztás változat, és 45 perc. Jöjjön vissza délután. Sok köze nincs valójában nyilván az igazi pizzához, de hát valaki ebből az ötletből is, igen, milliárdos tud lenni. Nekem eszembe jutott, hogy a második szülésnél, amikor a béka Somával volt bent a kórházban, ott például volt ilyen szülőszett automata, amit a férfinak föl kellett venni. Tudod, a cipődre a kis nájlon zacskó, egy ruha, meg egy maszk, sapka. Meg sapka. Igen. És akkor az volt, hát a méretemben ugyan nem, úgyhogy én kettőt vettem, de van. És kis családosoknak gratuláló automata. Azért ezt a japán használt úgy automatát is megnézném. Hát azért abban is van perverzió. Nem? Szóval, hogy azért, hogy mennyire betegek a japánok, bedobsz nem tudom mennyi ilyent, és kikapsz egy nem tudod ki által hordott, nem tudod, hogy néz ki a lány, és úgy jársz, mint Torrent, hogy szagolgatod a bugyit, és kiderül, hogy 160 kilós szörnyáronda női. Tehát a begyűjtésen is gondolkodjunk már. Ha bedobod. Azt szerintem bedobod, mint egy ilyen szelektívbe, vagy valahova, vagy egy ilyen automatában. És akkor zacskózzák a kis... Bezacskózás, és megkapod a bugyit, és viheted. Azért érted. Hogy mennyire betegek, igen, nem? Igen, nem olyan ilyen tréfáska, hogy japó férfi, bedob egy-két használt boxer, tudod, bedob a kis lóvidat, vársz a tangátra, és... Egyszer kijutok Tokióba, biztos, hogy 3 napig minden nap más női bugyit fogok hordani, és azt mind a 3-at bedobom. És mind akkor hozol nekünk életet belőször ajándékot. Igen, egyrészt kaptok ajándékot, sok szeretettel gyerekekre mondanak, 2, hogy 3 automatába beengedek 3 bugyit, az egész biztos, hogy na ezzel csinálj valamit, tesó, igen. Oké. Aki 8 perc alatt átjött Budakeszin, az futár, aki 4 métert haladt, az weekend driver. Egy országot foglalkoztat most már, hogy mi történik Budakeszin. Az egy fekete lyuk. Mi van most Budakeszin? Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel!
Sziasztok, Niki vagyok. Ó, de jó kedved van, Niki, de szeretem, mikor valaki ennyire jókedvű, lendületes. Hát persze, hogy jókedvű vagyok. Budakeszin dolgozom, és tillátok alatt felértem. Na, Budakeszin vagy tényleg? De jó. Igen, tényleg, igen. Mondj valamit, mi a helyzet, mert ellentétes információkat kapunk 2 percen belül, ami azért fura, mert hát ilyen nincs. De van egyébként, na, mert ez annyira kiszámíthatatlan, hogy egyik nap tök jól fel lehet jönni, a másik nap meg nem. Tehát ez, én nem tudom, hogy mitől függ, hogy azt gondolják az emberek, hogy akkor ma megpróbálok arra menni, és akkor bedugulunk. Nem tudom. Ma nekem tök jó volt. Hamar beértél. Honnan jössz? Érdről. Érd, Buda, akkor te ott hátul mész, ugye? Ott gondolom, van, ott látott a Mekinél ott gyorsan, ott a, igen, a reptér igen. mellett. Így, pontosan. Voltak lányok ma reggel a reptér mellett? Nem, most már jó ide, nem szerintem még fáznak. Még hideg van, ott sűrűn megyünk arra, mert van egy lövészklub, meg nem tudom, ott a Solymári reptér Beri nagyon szeret repülőket nézni, ott nagyon lelkesek a lányok. Jaj, de szép terelés. Igen, szoktak, mindenkinek integetnek. Lövészklub. Torkos csütörtökön mindig elmegyek arra. Nem én járok lövészklubba, csak van ott egy lövészklub, és arra megyünk, nem járok lövészklubba. De igen, a golfklub és a lövészklub is arra van. Micsoda hát, fertő, ott állnak az és út ott szélén. Állnak ezek az a lányok. Kis vörös, hát te. Szörnyű, torkos csütörtök, hát abszolút, mennyire szörnyű ez. De ugye erősíts meg, ott tényleg áldogálnak. És hogyne, hogyne. Nem tudom, miért. Mindenféle bőrszínbe, hajszínnel. Azt a részt ott nagyon-nagyon szeretik, nem tudom miért. Igen. Na jó van, ha már ilyen jókedvű vagy, mondd el, mivel foglalkozol, Niki? Hát, könyvelő vagyok. Ó, könyvelő. A legjobb szakma. Tudnék miért? Ezzel vitatkozni, de nyilván te látod ennek a naposabb oldalát is. Én sose értettem, hogy valaki ebben mit lát szépnek, de le a kalappal, hogy ülsz egész nap és számokat nézel. Könyvelsz. És 5 percenként jön valami módosítás, állami képbe kell lenni. Folyamatosan, igen. Borzasztó, jönnek vissza a levelek a nagyon kedves szövegeléssel, hogy ezt itt lehet rontani, itt egy picit több információt vártunk, itt lenne egy helyesbítés. De mikor olvastál ilyen levelet? Könyvelő voltál, Jani? Egyszer rontani. Jani... Kaptam egy ilyen. A Jani nagy könyvelőhöz járó. De egyébként én is mindig kérdezem a könyvelőmet, hogy figyelj, Viki, miért? Egy dolog, hogy ebben mit látsz? Én már ezt a hibát nem követem el egyébként, hogy megkérdezem, hogy miért történik, mert egyébként már úgy látod át az egészet, és mindig ez így mondom, van, egy idő után már nem látod át. Igen, Erzsike néni, jól van Erzsike néni, csináljuk Erzsike néni. Figyelj, Viki, van aki segít, vagy most egyedül vagy? Van egy kolléganőm, meg egy másik kolléganőm, aki a vonalban van, az egyik kolléganőm a telefonom. Tényleg? Nagyon nagyok. Tényleg. Te mindig ilyen jókedvű vagy, Niki? Igen. Igen, sose vagy depresszió, sose vagy szomorú. Nem. De jó, hát minden reggel veled akarok játszani. Komán. Jó, jó! De imádom, hogy olyan ritkán van, ennyire jókedvű hallgatom. Mondjuk egy Bud Spencer film nézése közben én kinyírnám magam mellett. Igen. Tehát tudod, de már. Részét, még a stáblistán is végig röhögnéd valószínűleg. Igen, veled nem lehet könnyű. Na figyelj, Niki, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Benó néni, figyelj! Oké, figyelek. Itt a Jani tejautomatára. Az automatára. Most vezetik be a tejautomatába. Igen. Figyelj, Niki, mutatjuk az éneket, egy rövid részletet fogsz hallani. Hallgatom. Ja, Istenem, hát ez ráadásul. Ez a 99 Live Balloon. Ez a 99 Live Balloon. Belefért volna a retronabba. De lehet, bizony, vessetek meg, de én ezt szeretem. Én imádtam. Én nem át is nagyon csírtam egészen addig, amíg nem láttam róla egy olyan koncertfelvételt, amikor egy ilyen újatlan melyen elkezdett integetni, és iszonyatos bozont volt, ugye 80-as éveknek megfelelően. Igen? Akkor kinvájtos lettem. Nem? Nem vágta a csandáját? Hát nem. Hát akkor mi? Jól van, ez azt jelenti, hogy benne van a bögre, benne van minden, úgyhogy ügyes vagy. Ennél jobb péntek reggelem nem is lehetett volna. Aztán mindenitek. Figyelj, jövő hétfőn is hívunk szerintem. Oké. Okay. Olyan vagy, mint egy doping a fülön keresztül, tényleg. Tényleg. A sajnos egyre ritkább az ilyen hallgató. Mindenki egy kicsit szomorkás, rossz kedvű, bele van úgy valahogy a saját életébe merülve, kicsit talán jobban is, mint kellene. Hát veled élmény volt beszélni. Szuper, nekem is veletek. Köszi, fiúk. Sziasztok. A csomagot. Ciao, hello. Sziasztok. Szia. Hello. Helyes volt, nem? Bizony. Igen, meg is érdemelte. 3 perc szóval pontosan 8 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán jövünk vissza mi. 8 óra múlt pontosan 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk a hét utolsó napján. Senki ne felejts,
szerencsére, hogy holnap óra átállítás van, a legtöbb telefon már nyilván magától hangol, de azért jó tudni, hogy 2-kor 3-ra. Ami kicsit azt jelenti, hogy megint sötétebben indulunk majd, ugye reggel, viszont már 6:30-ig van világos, 6:30, 7, és aztán ez ugye még tolódik. Úgyhogy most már nagyon megyünk bele a nyárba. Olvasgattam, itt jövő egy szerdai csütörtökig, ilyen 20-22 fok verőfényes napsütés, délen egy pici eső, de hogy olyan gyönyörű hétvégénk lesz, hogy mindenki mehet a szabadba. Ti mentek lassan majd lefelé? Költöztök megint? Hát a június, még a szociális intézmények, ugye? Nem lehet, neked még addig, Bobi, már nem neked, mert egy kicsit túlkoros lenne. Igen, csak rosszul néznék ott ki. Furán néznél ki a kis ágyba, igen. Ja, hogy Ovi van hát még. Hát igen, és akkor ott angolozás van, egy kicsit így beszélgetnek velük, meg úszásra mennek, aztán meg szeretik. Nem értem őket, de szeretik. Na jó az. Jó. Persze. Aha. Jó az, nekünk is jó, akkor négyig jó vagy. Szabadság. Persze. Tudom én az milyen. Figyelj, ő is jól érzi magát. Persze. Kicsit te is napközben azért úgy tudsz pihenni. Jó az. Ez egy jó árukapcsolás. Neked is jó, neki is jó. Nem? Persze. 82-es úton Ravaszdon Fehérszeádból mérnek Peti üzente ezt nekünk. Budakeszin a turbó útépítők a főutcát újra aszfaltozzák Marással. Busz-öblök újjáépítése. Ugye Keszin a főutcán van az átmenő forgalom, sok a kerozinnal közlekedő busz is, és hiperaktív autósok, akik koccolnak. Jött egy magyarázat, hogy mi a helyzet Budakeszin. Az Ajtósi Dürer sor Stefánia kereszteződésében leszakadt a troli felső vezetéke, alakul a dugó. Hát csak szokásos, ugye? Egy kis troli vagy metró, hát minden napon valami. Áll minden, és szépen kezdott föltorlódni a forgalom. Ezt Boti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, és kaptunk egy SMS-t. Itt van velünk Péter. Egy kis segítséget kér, ugye mi ritkán csinálunk ilyet, most azonban szerintem indokolt a dolog. Hello Péter, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, na elloptak ma valamit reggel Zuglóban, ugye? Így van, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak a kis buszát lopták el, amellyel kerekesszékes vívók indulnának ma Varsóba világkupa versenyre. Ó, ez egy nemzetközi verseny, ugye, hogy olvasom, egy nemzetközi verseny kis busszal. Hadd kérdezzem meg azt az ártatlan kérdést, tudom egyébként a választ, hogy rá van-e írva erre a buszra, hogy ez a Paralimpiai Bizottság busza? Igen. Hogy rohadna el a keze, érted? Tehát, hogy de ez két dolgot nem tudok megérteni, amikor úgy lopsz el autót, hogy benne van a két gyerekülés, vagy a három, tehát látod, hogy meg egy ilyen buszt. Hogy, na mindjárt. Hát, de lehet, hogy nem tudod olvasni. Ja, az igaz. Hogy nem ismert a kifejezéseket. Naivitás. Igen, azt képzelni, hogy ez a dolog felülírja a gyerekülés, és ugyanúgy elviszi. Persze. Nyilván ez egy speciálisan kialakított kis busz ráadásul. Így van. Ennek az a jelentősége, hogy ugye akadálymentesített, és a kerekes székeket lehet benne szállítani. Most ugyan kerekes, tehát olyan vívó, aki eleve kerekes székben ül, nem menne Varsóba, de a székek szállítása itt biztonságosan megoldható. Ugye? Milyen busz volt ez, Péter? Nyugodtan ez mondhatod a márkáját, ez nem szerintem. Ez egy Citroen Jumper volt, egy narancsárga színű, tehát elég feltűnő is. Egy narancsárga Citroen Jumper. Aha, van rendszám? Van, természetesen. Mondhatod. KVJ 633-as. 633, na hát talán azért lehet ebben bizony, ez egy elég feltűnő autó, tehát ha most valahol még próbálják ezt garázsba rakni, szétszedni, innen-oda szállítani, mielőtt szétkapják, nyilván az lesz a sorsa. Azelőtt hát, ha valaki valahol látja, tehát egy narancsárga a Citroen Jumper KVJ 633, ez a rendszám. Ezt keresünk, drága hallgatók, ha valaki lát, sok szemünk van, sok fülünk van szerte az országban, úgyhogy mindenki kicsit így nézzen körül, hát ha meg tudjuk találni ezt az autót. Akkor gondolom nem is tudtok másikat szerezni, nem Péter? Tehát, hogy akkor jelen pillanatban úgy áll a dolog, hogy nem mentek. Hát ez egyelőre kérdéses, mert ugye mondom, kerekesszékes vívó most nem megy, csak olyan, aki tud járni. Tehát elvileg a vívókat autóval ki lehet vinni még Varsóba, itt az a kérdés, hogy a kerekesszékek hogy jutnak el, mert azok viszont nem férnek be egy átlagos kocsiba. Egy átlagos buszba, jó. Úgyhogy próbáljuk valahogy megoldani a helyzetet. Próbálunk mi is segíteni, jó? Ha megvan, akkor jelentkezünk. Ha valaki valahol látta, mondom, elég sok fülünk van, hál' Isten, szemünk is sok az országban, szerte mindenhol. Úgyhogy ha jelentkezik valaki, akkor rácsapunk. Jó, Péter? Nagyon szépen köszönöm nektek. Mi is szólunk természetesen, ha megkerül. Jó, dobjatok egy SMS-t, hát ha valahol most ezt valaki hallja, azt mondja, jó, leparkol, kiszáll, ott hagy, és akkor meg tudjuk találni. Nyilván kicsit naív az ember, de hát ha. Péter, köszi. Mi köszönjük, nagyon szépen köszönjük. Nincs mit, kitartás nektek. Ciao. Hello. Köszönjük, sziasztok. Hello. Mindig azt mondja az ember, hogy nincs lejjebb, de aztán kiderül, hogy de van. Ugye? Igen. Most
azt mondtam, hogy holnap lesz az átállítás, csak kérdezik, én a szombat éjszakára gondoltam. Így a holnapot, ami már vasárnap reggel, mert 2-től 3-ra, de hogy holnap éjszaka, na akkor így mondtam. Tehát nem ma. Nem akartalak kijavítani, mert azt változtak a dolgok azóta, mióta. De hogy tulajdonképpen vasárnap kezdődik. Szóljatok ilyenkor, gyerekek, hát ha valamit hülyeséget mondok, hát ne hagyjátok, jó volt hülyébé vagyok. Hát tényleg miért nem szóltok? Bali hülye vagy. Ne bologassatok mindenre, mint... Átállítom. Észreveszitek, szúrjatok le, Bali hülye vagy, nem holnap állítjuk. Igaz, holnap, mert hogy szombat éjszaka, de hogy holnap után vasárnap hajnalba. Hát most, de most szóljatok, gyerekek, hát ültök jó. Itt és néztek, hogy hülyeséget mondok. Én nagyon szeretem olvasni az SMS-eket, amikben lehülyéznek. De nem áll, hát ti, nem. Az a bajom ezzel, ha ti nem szóltok, akkor ha én, ha ti valami hülyeséget mondtok, azonnal szólok. Egyrészt nem akarok veletek együtt hülyévé válni. Kettő, hogy ha ti nem szóltok, ti ugyanolyan hülyének tűntök. Aha. Most komolyan mondom. Tehát most érezzétek magatokat leszúrva. Szóljatok a hülyeséget mondok, ne üljetek itt, és nézzetek le, nem mondtam. És bólogatni. Na, holnap lesz időállítás. Igen, Bali, holnap lesz időállítás. Csak hibásak lettünk mi nem, is, nem? Nem, csak tényleg nem. Szóljatok. Hát ne higgyetek el mindent, amit mondom, én mondok. Bali, rögtön rámentem, mondom. Biztos jó. De most magatokban nem biztok, hogyha hülyeséget mondok, azért nem szóltok? Nem, ebben a rohadt internetben itt már mindenki csinál a szócikket. Ne üljetek hülyén, ha én hülye vagyok, mert hárman válunk hülyévé. Hát mondja, Bali, figyelj ide, milyen nap van a péntek? Holnap állítjuk az időt? Nem. Akkor holnap ne legyél már hülye. Lesz szombat? Holnap milyen nap van, Bali? Hány évesen tanultad a hetet? Ugye? Hát már 6 éves voltál. Na, akkor ne szórakozzál, ne vezessél félreképpen, mert ne beszélj. Holnap után van időállítása. Ültök és bólogattok, érted? Tök igazad van. Szóljatok már, ne legyetek már ilyen bizék. Azt hittem tényleg, hogy van valami változás. Tegnap is annyit tanítottál nekünk a japán cseresznyéről. Na, de hát akkor is szóljatok, hogy Bali. Is jó vagy. Bali, olyan hülye vagy, minden második kedve van aranyeső. Ne beszélj már baromságokkal. Tehát, hogy mondhatsz ilyen hülyeséget? Hát, az mondjuk, ciki? Mondtuk. Hát finoman, igen, nyugodtan. Hát, nem holnap van az óraátállítás, hanem holnap után. Na, Bali, hülye vagy, tessék! Látod? Ő szólt. Mert ők mernek szólni. Nem, ti meg szólt, bólogattok. Ezt én küldtem el most. Tényleg most látom a teljesen esedről volt. Tényleg ne bólogassatok, mert ez idegesít, hogy mindenre bólogattok. Aha. Szúrjatok le, vegyetek észre, javítsatok ki. Jó. És akkor az a mondatod, jó. És akkor az a mondatod, ami az Annának szólt a múltkor, hogy élő adásban soha ne javítsd ki. A humor, nyilván humor. Hát ne, tényleg, nem. Holnap után van időátállítás, igazatok van. De sose szóljatok többet, ha valamit rosszul mondok. Na, van egy nagyon helyes kis történet, a magyar-ukrán határtól 30 kilométerre zajlik a sztori, és én mindig szeretem az ilyen történeteket, mert kicsi misztikum van benne, nyilván van erre orvosi magyarázat, van ilyen-olyan magyarázat, de a történet nagyon aranyos. Olvastam, hogy van egy falu, magyar-ukrán határtól 30 kilométerre, ahol rengeteg iker születik. Aha. És megmagyarázhatatlan az ok, hogy miért születik ennyi ikerpár. A helybéliek szerint, és itt jön a történet helyessége, ami egyébként tényleg nagyon aranyos, a helybéliek szerint a csodatevő forrás tehet erről a dologról, mert hogy az állatokból is állítólagosan rengeteg iker születik, sőt olyan is előfordul, hogyha tojást föltörik, akkor két vagy több sárgája van a tojásnak, és... Hát megfejthetetlen a dolog, az orvosok adnak rá egyfajta magyarázatot, hogy miért, de sokan azt mondják, hogy a legendás immáron hát híressé vált forrásvíz, amit ugye ott rengetegen isznak, nincs is bekötve rendes csapvíz, hanem a házakban van bevezetve ez a forrásvíz, aminek nagyon nagy az ásványanyag tartalma, nagyon tiszta, ezt hiszák a helyiek, és 1941-ben jegyezték fel először, hogy ikrek születtek, utána két évvel később újra ikrek születtek, 49-ben megérkezett a harmadik ikerpár, és a 90-es évektől pedig elindult az ikerdömping, 2004-ben júniusban csak ebben a kisfalucskában 3 ikerpár született. És jelenleg 58 ikerpárnál tartanak, mondta az ott élő polgármester, és pontos statisztikák nincsenek, 89-től vezetik a statisztikákat, 89-től összesen 42 ikerpár született. És úgy látszik, hogy a baromfikat is ezzel ittatják. A dupla sárga, igen, dupla erre sárga. Igen, sokszor két tojás van a tojás sárgájában, már két sárga van a tojásban, és a csodatevő hegyi forrás. Nincs vezetékes víz, ahogy mondtam, a falut szegélyező hegyekből számos rendkívül tiszta forrás ered, és járnak már oda, elindult egy ilyen forrás turizmus. Aki ikreket szeretne vagy igen, aki hisz az ilyen típusú csodákban, azok megpróbálnak vagy vizet kérni, vagy megkeresik a forrást, és
és visznek kannában vizet maguknak, hogy hát, ha iker lesz. Ez egy olyan helyes történet, nem? Tök jó, nem? De hogyha ez csak a 40-es évektől van, ugye azt mondtad 30-as évek, vagy valamikor 1930 táján jegyezték fel, hogy előtte nem voltak, vagy nem jegyezték? Nem jegyezték. Nem jegyezték. Aha, mert akkor szerintem dőreség. Már megint! Csak ennyi volt. Bábuska írja fel. Igen. Nagyon sokan mondják, hogy ez ugye a csernobili atomkatasztrófa miatt van, 86 miatt ezt is fölhozták. Aha. Aztán azt mondják, hogy a sugárzás okozta ikerszülés elméleteket ezt abszolút elvetik. Sokkal inkább a forrás. Ki gondolkozik még ikrekem? Én szívesen, mert Ferin. Akkor meg lenne a 3-4. Bizony. Bá, hogy mi, hát hogy megvan az 1-2. Ja, értem, hogy 3-4. Igen, mert most van egy kis ellenállás otthon a negyedik irány, tehát 3-ban már megvagyunk. Én mondom, hogy még egy negyedik, de azt mondta, hogy... Lelki vagy hogy... testi ellenállás, Feri. Mind a kettő. A lelki még csak-csak oké. Igen, de a test is. És akkor, ha ezt be tudnánk varni így, hogy a 3-4-1-be, ott már nincs mese, ott nem tudsz visszatáncolni. Hozatnunk kell a Ferinek vizet. Ilyen vizet. A nőnek kell inni, vagy a fiúnak? Mindenkinek. Mindenkinek locsolni kell vele. És a gyerekek is azt hiszák. És a gyerekek is azt hiszák, igen. És hirtelen elkezdenek egymás hasonlítani. Igen. És egy év múlva már nem is ikreknek születtek, de egyből ikrek. Így van. És neked pedig azzal kell majd tisztítani a kopját. Belelógassam a csapba, vagy mi? Figyeljetek, mi is gondolkozunk egy másodikon. Na most az már vagy 2 vagy 3, hát oda költözöm. Ahol 2 eszik, ott a 3. sem arra léhen. Gyerekek, mondjuk megtérnellék tőle egy pillanatra, hogy bemondanám, hogy ja, ez akkor ikrek, tudod azért, szerintem melós. Letudod az első 4 évben, és a 2 gyerek ott van egymásnak, nagyon jó. De azért még az első 3 évben... csintalan szőke kisfiú, de jaj, de jó, tudod, így állnék egy pillanat, rászorítanék így az asztalra. De van barátunk, akinek ikrei vannak, mondom, Tomikám, hidd el, cserélnék veled. Az első 3 év biztos tükőkemény, nem? Egyszerre fürdesz, egyszerre betegek, mire az egyik meggyógyul. De utána, mikor már kezdesz egyenesbe jönni, szerintem a 3. év után azért jóval megkönnyebbül a gyerekvállalás, sokkal egyszerűbb a dolog. Onnantól kezdve viszont a 2 gyerek ott van egymásnak, és egyszerre tudod le azt, aminek 3-4 elteltével nekiállsz újra. Ugye? Tehát most mi újra kellene, hogy kezdjük az egészet. Igazából terve van, hát nem tudom, hogy szárba szökkentjük-e, de újra nekiállni szerintem azért nem egyszerű. Nem igen, egyszerű. És ott van ők testvérek. Illetve szárba szökkentett, csak nem szüretel. A szökkentés még hagyján. Micsoda, a kis vermágcsisakom úgy mozog, hallod, te viccel. Így van. Egész évben virul az aranyeső. Hallod, ott állnak a starton alá, hogy apuci engedje, hadd menjünk. Vessük be munkat a mélybe. Hadd menjünk, apuci, hadd menjünk, a leggyorsabbak leszünk. Apuci, indíts útnak, ne viccelj. Belőle se lesz második, teszem, mind ne menekülj. Ott állnak és írtják egymást, mert mindegyik első akar lenni. Viccelsz? Hát csak pislogok kettőt, és teres lesz a Viki. Szóval, igen, szóval egy gyerekből hirtelen 4 gyerek lesz mondjuk, vagy egy gyerekből hirtelen 3 gyerek lesz, nagyon-nagyon, vagy mondjuk egy 4-es siker, gondold el, hogy azért az milyen, nem? Hát már szálljál már fel az 50-es villamosra. Hát meg a tej kijáratok is, hát igen, hát két kijárat. Ugye, én azt mondom, látva az ikreket a társaságunkban, akikkel összejárunk, első 3 év gyerekek, 2 iker 5-6 éves, jel vannak, játszanak, ott igen. Vannak egymásnak, megvagy. Beleőszűsz kicsit az első 3-ba, de utána onnantól kezdve egyenesbe vagy. Igen. Na, itt van egy olyan hallgatónk, aki ebben a faluban él, és ő tud nekünk egy kicsit mesélni. Leszia, hello, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Te ukrán irodalmat tanítasz? Igen, az iskolában. De jó! Hát. Azt is kell. Igen. Na mesélj nekünk erről egy kicsit. Hát elolvasva ezt a cikket, meg így megtalálva az interneten, ez egy nagyon helyes kis történet, hogy mi igaz ebből, vagy mit mondasz, vagy ti mire fogjátok, mi történik. Hát azt, amit írják az internetben, én is néztem, átolvastam megint, és hát az mind igaz. Hogy úgy van, hogy szóval 57 pár iker született itt nálunk, Nagykopányba, vagy hogy is mondják Vörösmarton, vagy hogy mondják magyarul, nem is tudom. Pontosan, szóval 57 pár iker, és még amíg 1935-ben született, még egy asszonyka él, az olyan, hogy legörege. És most, akik születettek, a fél évesek, 7 kislány. Na, és 3750 van nekünk lakos van, és úgy jön ki, hogy 50 lakosra
Egy pár iker. Szóval... Az 50 lakosra egy ikerpár. És most hány igen. Mit mondta, hány ikerpár? 57 ikerpár van jelen pillanatban? Igen, 57 jelenleg ikerpár van, 12 már az iskolába járnak, és most ebbe a tanévbe, a jövő tanévbe még egy ikerpár. Mondjuk a tanárok nem biztos, hogy örülnek, mert megint ugyanolyan kinézik. Igen, mi már nem szoktuk, olyan, mint hát van olyan az osztályban, hogy két ikerpár is van. Atya Isten! Figyelj, és hogy mi a magyarázat? Ugye itt elolvastam ezt a cikket, tehát sokan sokfélét mondanak, nyilván igen. Ilyen-olyan magyarázat is van, de hogy van egy mágikus patak, vagy egy mágikus olyan, amit mindenki iszik? Van, igen. Van itt olyan tiszta víz nekünk, hogy magába folyik, és nagyon sok Ukrajnából, meg Masterizéből, szóval direkt azért jönnek, hogy vesznek ezt a vizet, és azt úgy magyaráznak, mert csináltok analizókat, minden sok olyasmit, hogy igen, hogy a víz olyan, hogy van benne sok szelenium, meg cinkum, és ez arra, hogy produkoló. Hogy magas az ásványi anyag tartalma, igen, gondolom. Igen, van ebbe a vízben nálunk, és azért ennyi sok iker gyerek. És látni olyat is, hogy valaki megérkezik egy kannával, és ti megkérdezitek, hogy hát miért jött, és mondja, hogy ő csak a vízért jött, mert mondjuk ikreket szeretné. Igen, direkt azért a vízért, mert ez a víz nagyon olyan... nagyon jó víz. Nagyon jó minőség. Igen, Ungváról, mindenül. Hát nem mondom, hogy Kárpátaljáról, mert Ukrajnából is ide bejönnek, akik betegek, vagy akik nem sokáig, nincs gyerek a Ők mennek vízért, de jó. Igen. És van olyan, hogy a tojásban is két sárgája van? Tehát ezeket is van elfedezik? Olyan, igen, van. Nekem is olyan van, persze. Aha, van, meg hogy két ikker, vagy kutya, vagy tehén, igen, van, persze. Hát oda kell mennem akkor egy kis vízért, Feri, hallom. Hát, igen. Nem biztos, hogy hallottad, pont arról beszélgettünk, hogy ha még esetleg mi is szeretnénk testvért a saját gyerekeinknek, akkor elindulunk egy ilyen... Hallottam, igen, egy ilyen kis vízturizmusért. Igen, kell is. Palackozni kéne. És olyanról hallottatok, hogy valaki oda ment vízért, és aztán visszajött, hogy sikerült, és ikrei születtek? Vagy beszámol? Igen, volt olyan is. Volt olyan egy eset, hogy Ungvárra, de gyakran vitték a vizet, és pár év alatt már ott is ikrek születettek. És ott is ikrek lettek. Jó. Aha, hosszú távon kell inni a vizet? Tehát sokáig kell? Hát kinek, hogy egy-két éven, hát ez azoknak, akik nem élnek itt. De például van most olyan eset, még nem tudom pontosan, hogy igaz-e vagy nem, mert úgy volt, hogy az asszonyka kánok született egy pár ikker kislány, és most azok férhez mentek, és terhesek egy is, és másik is, és mind a kettőnek lesz ikkerpár. Atya Isten. Hát ez nagyon. És a férfi kell, hogy így vagy a nő, mert ezt se tudtuk, vagy mindenki. Na, hát nem tudom, azt már nem tudom, hogy ki így a vizet. Hát az a jó, Feri, ha viszel, te is viszel, én is, és issza mindenki. Jó. Nem? Király, ígyunk. Az nem baj, hogyha az is issza, akivel egyébként a gyereket szeretnétek összehozni, mert hogy mind a ketten isszátok az olyan. Mind a kettennek kell inni, persze, mind a kettennek. A nőnek is, a férfinak is. Na, persze. Figyelj, és ott minden házban ez a víz van bevezetve? Azt olvastam ebben a cikkben, hát, hogy nincs... majdnem minden házban. Aha, tehát, hogy nincs csapvíz, tisztított csapvíz, hanem a hegyről jön lefelé, és ezt bevezették igen, a házakba. Igen. Gyerekek, hát megvan a megoldás. Megvan a megoldás. Feri, isszuk a vizet. Kiköltözünk és isszuk a vizet. De jó, hát ez egy nagyon helyes kis történet. Egyébként. Igen. És ott a szakértők, az orvosok, akik ehhez értenek, hogy megpróbálnak valami materiálisabb magyarázatot mondani, mint hogy a vízők, ők mondanak valamit? Hát ezt nyilván azért vizsgálták. Azt mondják, hogy víztől. Hogy ők is azt mondják, hogy a víztől. Igen, teljesen egyértelmű. Igen, aha. Hát akkor jó pénzért kell nektek ezt a vizet árulni, és egy ilyen terhes turizmust elindítani. Hát, iker turizmust elindítani. És egy petélyű ikrek mindannyian? Tehát, hogy ugye hasonlítanak egymásra? Igen, hasonlítanak, persze. Jó, valahogy egy petélyűek. Igen. Na jól van, hát nagyon helyesek vagytok. Uh-huh. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Jó tanítást akkor neked. Köszönjük, Leszia, vigyázz magadra. Köszönjük. Jó, viszont.
Viszontlátásra, minden jó. Köszönjük, köszönjük, kezi csókolom, hello. Hát ez egy nagyon helyes sztori, nem? Gyerekek, hát tudjátok, hogy hova kell menni. Igen, az szeretnénk leszúrni, mert 57-en vannak, nem 58-an, mint ahogy te mondtad. Igen, csak, hogy nagyon, mondanám. Na, végre kezdesz félkirányát. Hát a népesség robbanás. Hát vagy a Balázs tud már róla, hát amiről lesz ilyen. Egy hallgató megint, hogy nem lehet-e, hogy a jóképű tornata már tevékenykedik. Igen. Mondjuk az nagyon vicces, hogy elkezdenénk inni, így egy hallgatót, és aztán két golyónkból három golyó lenne. Feri, te is iszod, Feri? Igen. Én is iszom, egyre jobb, már négy golyón van, és a hangom is egyre jobb. Tudom, a hormonális változást állítanak be magunknak, de nem így van. Két tojás. Jó, óriási lenne. Két tojás, vagy négy tojás zacsinkén. Kézzed, de fogyász a gyerekeket, Feri, gyerekeket sem, viszont négy gojzli van. Hallod? Nagyon nagy. Tudok kettőt adni. Hát én imádom ez ilyen történet. Nagyon nagy. És mi lenne, hogy a két gyerek, illetve hát nem, a négy gyerek összesen, mind a kettő-kettő, az apának a szakmáját, hivatását vinné tovább, és elkezdve felé, ne vedd le, odaig, ne, még oda, kész van, nincs kész. Igen. Igen, Féderék is ott jöttek a forrásból, írja egy hallgató, hogy legyen két lányhoz két kisfiú, ikreket vár a Mirka újra. Megint? Hát az megint. És ez jellemző állítólag, hogy családon, tehát hogy ugyanaz az anya, akkor még egyszer teherbe esik, akkor van egy duplázás. Igen, azt hiszem nekik nehezebben jött össze, és beültetés, igen. De hogy azért ők szerényen nyomják, hát két gyerek, két babysitter. Ült a Mirka a páholyban, Féderer lent a pályán, és a két babysitter a két gyerekkel ölbevéve. Tehát azért azt megadják a módját, ahogy kell. Na, szimpatikus, nem kivételeznek egyik gyerekkel se. Nincs, hogy egy babysitter két gyerek, hát mi van az egyik gyerek, ott nem tudom, a US Open-en ott kicsit ott elkolbászol valahova, érted? És akkor most négy sitter lesz? Most akkor négy sitter lesz, ugye négy sitter, négy gyerek, plusz a stár. Nyolc testőr, tehát a Féderer így megérkezik egy Grand Slam, és egy 12-en lefoglalnak, konkrétan ők már nem szobákat foglalnak, hanem egy emeletet szállodába. Megérkeznek egy 20 fős mindenki van listát. Azért az milyen kemény. 8:30 volt pontosan, 4 perccel hírezünk egy picit. A hírek után 3-as ugrás játszunk, lehet rá jelentkezni SMS-ben, mi pedig itt vagyunk mindjárt. 3:49 múlt, 2 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Megvan az új biznisz. Ikervíz automata. Na, összekötve jó, a 7-es témánkat a 8-as témánkkal, ugye? Reggel arról beszélgetünk, ki milyen automatát találna föl, vagy kinek milyen automata lenne praktikus. És hát itt van. Tehát be kell szállítani, be kell hozni Ukrajnába, ikervíz automata. Palackozod, automatát csinálsz, zseni vagy. Igen. Zseni vagy. Igen, ez a helyes történet, nem? Ez a 50 ikerpár már, vagy 56, vagy 57, hát kérdés, hogy most ennek mi a pontos oka. Igen, igen. Mert ha csak a víz, akkor nagyon helyes a sztori. Igen. Ha valami más is, csak egy picit belúg a sztoriba, akkor már nem annyira. Van más elmélet is, hogy miért, az talán nem annyira helyes, de önmagában, ha a víz, akkor az tényleg jó. M3 a 106-os kilométernél Pest felé trafiznak, ezt Ádám küldte nekünk. Az Albert Irsai kiárónál mérnek a rendőrei, ez az M5-ösön van, méghozzá Szeged felé kamionos Norbi küldte nekünk. Köszönjük szépen. M7-e 102-es kilométernél trafi Nagykanizsa irányában írta nekünk Anna. Köszönjük. M7-e 102-es, így van, letenye felé. Csak mondom, hogy Gyoko Nadal. Na, akkor Gyoko tegnap megvert ezt a, hogy hívják ott azt. Gyoko tegnap nem játszott. Aha. Vagy tegnap előtt ezt a Zsigazsagára, hogy hívja valami ilyen japó nevű film. Nem, az most van a Nishikori. Az ma van. Zsigazsagára. Az ma van, kérlek szépen, olyannyira ma van, hogy Cibulkova kikapott Nálitől, de ez mondjuk kevésbé érdekel téged. Hát de Cibulkova azért ott az már így a név alapján. Egy jó Cibulkova. Kicsit fölkaptam a fejem. Akkora lába van, mint a felső tested. Konkrétan. Tényleg? 1,50 a csaj, de olyan oszlop lábai vannak, hogy ilyet még te életedben nem láttál szerintem. Tehát stabil alapokon áll a tenisz nála. Nem egy Sarapova típus. Cibulkova. De hogy érik egy Gyoko Nadal? Ha gondolod. Ha ott vagyunk, mikor derül ki? Hétvégén játszál? Hát én megmondom neked, a Nadal megverte most a Raonicot, szerintem a Gyoko veri a Nishikorit. Hát, Dolgopolovot megverte a Berdi. Az. A Nicsi az abu, persze. Akkor, hogy van most? Berdi, Gyoko, Nadal? Jó, Nadal, Nishikori, Berdi. Igen, Berdik Nadal. Mindegy is. Így van. Nishikori Gyoko. Nadal, na, az a lényeg. Érik a Gyoko Nadal. Ha elérünk a Nadal Gyokóig, akkor tartom a 10 játékpénzt Gyokóra, ha te tartod Nadalra. Úgy érzem, hogy arcon vágtál egy fehér kesztyűvel, rám köptél és kivonultál az étteremből, majd felszólítottad a segédedet, hogy kövessen. Ugyanezt történt. Én nem érzem ezt úgy addig, amíg nem látom. Léci, kesztyűt nem találok, de... Úgy érzem, felpofosztál. Úgy érzem, ráköptél a homlokomra, ott van Cibulkova. Mutatom, nézd meg azt a combot. De felüléseket csinál a pályán, vagy nem? Nem, Cibulkova csak úgy csinál, mintha ő mindig így esne el. Nézd meg azokat a lábakat. Jézus.
Jézus. Egy brutál jó teniszező. Na, szóval egy gyokorád áll? Simán, ha megvan, tehát mindenki eljut odáig, akinek kell, akkor tartom. Figyelj, szerintem Nishikori megveri Gyokó, megveri Nishikorit. Uh-huh. Ja, azt hittem Nishikori és a Berdi hiába verte a Dolgopolovot. A Dolgopolov az egy ügyes kisgyerek, a ukrán egyébként. Uh-huh. Roger azért. Van Iker testvére? Nincs. Jó. Akkor nem a faluból származ. Meg mondom, hogy azért legutóbb Roger kétszer berendezte az ukrán fiút. Aha. Hogy, tehát akkor odaérhetünk. Jó, ha odaér, akkor tartom. ATP 1000-es Miami, ha ez neked számít. Hogy a fenében, ne hülyéskedj. ATP 200-nál még nem is kapom fel a fejét. Inkább 250, de jó, ATP 250. Hát 250, 500 vagy 1000 így van. De az, hogy annyi pénzt keresnek, vagy mi a 250? Nem kezdeném el magyarázni, Feri, mert az, viszont meg, az neked már viszont nagyon bonyolult lenne, hogy mennyi pontot szerzel egy évben. Nem jó, mert túl sokat tudok, nem szeretek túl sokat tudni ebben a témakörben, nem érdekel. Tehát? Gyokó, 10 pénz. Jó. Hallottátok? Hallottuk, és egyébként a hangfelöltő is megvan, és visszahallgatható bármikor. Nincs challenge, tudod. Nincs, erre nincs. Jó. Visszadobtam a fehér kesztyűt. Jó. És megválasztottam a fegyvernemet, úgyhogy mehet. Na, mi pedig hármasugrást játszunk, ha minden igaz, már itt is van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Anna Mari, hello! Sziasztok! Szia. Jó reggelt! Hát ma minden játékosunk ilyen jókedvű. Hú, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Mióta dolgozol az ügyön? Hát elég régóta. Többször is próbálkoztunk, aztán egyszer csak összejött. Na, látod? Honnan hívtál minket? Veszprémből telefonálunk. Veszprém. Többen vagyunk, egy irattárban dolgozunk, és minden reggel benneteket hallgatunk. De helyesek vagytok, köszönjük. Kik vannak ott még? Két lány van még, Eszter és Viki, és egy fiú Márk. Márk? Márk. Uh-huh. Márk. Márk is irattári dolgozó? Igen. A fizikai dolgozó. És ennyi lány között. Hát akkor Márknak jó dolga van. Igen. Milyenek a kérdések, Jani? Hú, 3 napja küldtem át. Azt mondja, hogy szerintem vihető. Úgy legyen. A második... Nem. Nem. De nem gyenge. Egyébként meglátjuk. Irattárban dolgozóknak tudniuk kell, mennie kell. Igazából nem egy olyan extra dolog. Mehetünk, Anna Mari? Persze, próbáljuk meg. Anna Mária, melyik? Hát Aminak szoktak hívni, de mindegyiket Ami. Szeretem úgy. Legyen, aha. Legyen Ami. Ami. Emmel, mint Mária. Anna meg a Máriából. Ami. Ja, Ami. Értem. Ami. Így szól az első kérdés dedikált kulcstartóért, nyakbalkasztóért. Hány pár szárnya van egy szitakötőnek? Kettő. Annyi. Olyan különleges kis élőlények, nem? Az mire gondolsz? Egyébként igen, azok. De hogy... Hogy nézel egy szitakötőt, és úgy benne van az egész univerzum. Nem gondolkoztatok még ezen? Nincsen bennem. Egy szitakötő van egy szit. Nem, egy szitakötőben nem fér el például két szitakötő sem. Olyan tökéletes, ahogy repül, ahogy egy helybe lebeg, ahogy megy, szép, egyszerű, a kecses. Csodálatos. Az egész állat önmagában tökéletes. Imádtam tökéletes. Őket. Imádtam őket, de csak aztán, amikor rájöttem, hogy a 300-at átszúrni egy gombos tűvel, és rászúrni egy ilyen hungarocell darabra, az nem minden nyáron, ugyanez a projekt, utána rájöttem, hogy ez a dolog, ez teljesen értelmetlen. És hogy utána már nem tudnak repülni, ugye a szúrás? Igen, nem sokáig. Anna Mari, ugye, hogy szép állat, azt itt a kötő? Nagyon, gyönyörű. Ugye? Szép kis élő. Én szerettem őket. Mehetünk tovább? Próbáljuk már. Így szól a második kérdés. Hányadik században él Tinódi Lantos Sebestyén? Köszi, Jani. Hát ilyen 1500-as évek, úgyhogy 16. Így van. De ügyes. Hát, a minden itt. Bizony. Hát azért szép. Sumáját írta ő ugye Egervárának, 1552 volt ugye, tehát a 16. Tökéletes. Nagyon jó. Nagyon jó. Valaki na, hát most nem tudom, hogy mi legyen. Márk. Hogy mi legyen? Hát ez egy jó kérdés, ha tovább... Milyen jellegű? Ajajajajaj, várjál, milyen... Valaki üvölt, hogy menjünk. Azt mondják, hogy menjünk, menjünk. És próbáljuk meg. Erce. Nem lesz könnyű. Nem. Nem? Nem. Most nehogy már azt mondjuk erre, hogy ez nem könnyű. Mit csináljunk? Neked. Nekem nehéz. Nekem. A korosztályunkból kifolyólag. Igen. Ti már B-oldal. Így van. De hallott, hogy neki fiatalos a hangja, és valószínűleg fiatalabb. Na, és már hány éves? Hát ilyen 25 körüli mindenki. Húha. Ami dönts, mi legyen, menjünk, vagy megálltok? Próbáljuk már. Így szól a harmadik kérdés dedikált óráért. Melyik világhírű popstárral énekelte duettben Paul McCartney a Say, Say, Say című dalt? Na? Valaki? Bárki? Senki? Say, say, say.
Csajok. Csajok? Ja. Gondolkodnak. Gondolkodnak, látom. Michael Jackson. Gondolkodott az internet. Elkezdesztem, örülnek. Internetes segítség? Szerintem igen. Most nem látom őket, de szerintem igen. Nem baj, megvan engedve. A levéltárban, mire végig nyálaszták a papírokat. Hol meg? Ja nem, emlékeressük. Emlékeim szerint egyébként még LaToya Jackson is szerepelt a klipben. Egy nagyon helyes kis klipje van. Ilyen vándorló, nem is tudom, ilyen csodaszer üzéreket alakítanak benne. Nagyon helyes kis kosztümös klip, nézzétek meg. És a maga a dal az egy nagyon, nagyon jó kis cukis lánya. Mindenképpen. Oké, mindenképpen. Nagyon szépen hazugságot. Köszönjük. Ami küldjük neked az ajándékcsomagot. Jó, köszönöm. És dedikáljuk is. Puszillak titeket. Sziasztok. Ciao, hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ha... Igen. Igen? Ja, semmit csak akartam amit mondani, de elnyeltem. 4 perc van, pontosan 9 óra. A legfrissebb hírek után visszatérünk az utolsó órára. Itt vagyunk a hírek után. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. 9 óra 11 perccel. Egészségedre, Feri. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megírt. A gyerekek megcsavarta, az pont hírek volt. Azt ennyi. Hol most rohanjak ki. Semmi gond nem lesz szövődmény a dolognak, visszatömködtem Feri tüdejét. Az orromon keresztül jött ki. Ne, igen, igazából Feri nyúlt, hogy a padló landolt, de megoldottuk. Gyors helyszínelésre visszatettük a komplett fejét a helyére. Így van, és a hangszigetelő lapokat is vissza fogja majd Gyula rakni, mert mindegyiket letépte a falról. Ha esetleg valahol Ferihegy környékén kitört néhány ablak, vagy ott Maglód környékén. Semmi gond, nem meteorit. Ne aggódjatok, az óriás eltüsszentette magát. Így van. Kapaszkodjatok, jön a második. Az a durva, ilyenkor mi csak azt érezzük, hogy hirtelen bedugul a fülünk, mert ugye a tüsszentés előtt van egy levegővétel, amikor az oxigén eltűnik a folyosóról és az épületből. Ott nekem egy gubbad a szemem, és mondom, levegőt, és aztán Jani int, hogy nyugi, tarts ki, barom, csak a fenyőben vagyok, itt lobogok, és kapaszkodok az asztalba. Jani csak ennyit mondja, hogy kapaszkodj, Pali! Kösd be a füved! Mindenki fogjon, amit tud! Tüsszent az óriás! Mit ez a pultra? Ennyi. Jó, ilyenkor már mindig az szokott történni, hogy a hírszolgált rögtön tárcsázza a katasztrófavédelmet, hogy no para. Nyugalom, az óriás eltűzendette magát. Ez csak azért veszélyes, mert itt a Nagyváradi kereszteződésének két autót átlöktél a piroson. Tehát, ennyi. Hogy ők becsúsztak a kereszteződésbe, úgyhogy valahogy próbáld ezt egy kicsit elfolytani. Mert nem ez... dekoráció az épülőt, stadion tetején a két Warburg. Igen, Ferinek megbízgálta valami az orrszőrét, ne haragudjatok. Ez van, igen. Igen, berepült egy fecske. Nem, már az a fészekrakás után. Ja, tényleg. Már csak anyagot hozott, már és meg, a kis szalmaszál. Már megint egy nyomorult fecske, erre szajnak nézte a Feri orrát. Azt elkezdte behordani az agyagot. De csak a szalmaszál pöcögtette belülről. Na jó van. Gyerekek, nagy dolgok történnek. Hol? Átadják a 4-es metrót. Nem mondod? Zajlik. Az ünnepség. Sülapogácsa. Hát, ha ma a mössül, akkor az nagy baj. Facsarják beszédet, a gyümölcslevet. Beszédet mond akinek. Beszédet kell mondani. Valaki írjon már, aki lejutott. Aki elsőként ott van. A delegációban. Aha. Akik most ott áldogálnak. Hol adják? Hát melyik végén? Tehát, hogy ugye hol maga... Ez milyen jó kérdés. Kérdés. Ugye kell, hol van az átadási ceremónia, kellenfő, nyilván nem kellenfő. Minden megállónál. Már mindenki máshova ment. És így gyülekeznek így 10 különböző állomáson. Kellenföld, ezek igen, szerint? Kellenföldön vannak. Én úgy tudom, hogy ott. Ott megy a dolog, és ha az elsők közül akarsz valakit, akkor hát vagy Tarlós, vagy Orbán. Családi nevük fognak írni, mert szerintem ők ott lesznek. De ott vannak, is, mindenki. Ez hát valaki írjon már, aki lejutott, tényleg. Mert tegnap ugye volt egy nem hallgató, hát egy újságíró talán, aki ugye az Indexen megírta, hogy elküldte, vagy az Index találta meg azokat a fotókat, amiket ugye ő posztolt magáról. Lejutott. Bejutott csütörtökön. Tehát most már nem sokára üzemszerűen használhatjuk a 4-es metrót. Hát ez nagyon jó. Szerintem ez szerzetes, viszont azt nem értem, na, hogy miért nem úgy mennek ezek a dolgok, mint ahogy mentek annó például, ugye, az Akela zenekar
különböző kis koncertjein, ugye, hogy a farkas keresztnevek például ingyen mehet, vagy a vezetéknevek keresztnevek ingyen mehettek be, mert aha, hát azért most ne felejtsük már el, hogy éppen most az átadó a nejem családjának ősi birtokán Kelenföldön történik, tehát nekünk alanyi jogon ott kellene lennünk. Hát akkor, ha? Akkor te bemehetnél. És, hát, és még családtam. A metró nevűek is lemehetnek? Ja, igen, tényleg. Igen, az illézzenek a Rákóczi metró, metró Péter, metró Árpád, metró Tamás, ők mind igénybe vehetik, igen. Na mindegy, azért ez egy még nem kezdődött meg az ünnepség. Egy pulpitus van kitéve, mert van egy élő kép. Ő streamen lehet nézni. Mikrofon próba volt már? Volt. Csak one, two, three, csak be a gettető. Hát szerintem ennél már előrébb van meg egy picit. Beag, ne viccelj. Budapesti elektromos akusztikai gyár. A legnagyobb. A legnagyobbak ott dolgoztak. Ja, a Beagosok a legkirályosabb. A legnagyobb királyok. Beagos voltál, mindenes voltál. Én nem láttam. Jó kis megbízható márka volt, mint ahogy egyébként az összes többi is. Orion, Videoton. A legjobbak. Bár szerintem egy kicsit az Orion hangfalak jobban szóltak, mint a Videotonok, de... De Orionos voltál? Én Videotonos. Nekem az voltak, igen. Igen? Aha. Az iskolában volt a Beaga, nagy szürke hosszú, emlékeztek rá? Így van, szürke fémből, hosszú, pékony, igen, fémből, igen. És olyan sok kis hangszóró volt benne. Így van, és legalul volt, hogy Beag. Igen. És így fölnéztél rá, és azt hitted, hogy úristen, valami. A csúcs valami, igen, igen. Utána igen. Meghallottad szólni. Igen. Kérjük szépen, hogy igen. Lacikám, állíts már rajta valami, aranyapád! Beszélem. A stúdiósnak. Jó volt az. A stúdiós volt a legnagyobb király egyébként. Nálam, ő volt a lazacsávó. A lazacsávó. A lazacsávó jött, érted, és akkor állítgatott egy kicsit a pótmétereken, igen, és akkor olyan. Figyelj, hallod? De lehetni kiskola rádiós, hallod? A stúdiós az nagy király volt, igen. Lehet. Na, viszont van még egy utolsó témánk, amivel egy picit foglalkozunk, méghozzá Star Leasing, és itt hallgatói segítséget várnánk, mert ugye Berki Krisztián, akivel mi nem akarunk túl sokat foglalkozni, nem is tudnék egyetlen okot mondani, hogy miért kellene. Ugye csak annyi belőle kiindulva, hogy ő ugye eladja magát, és meg lehet őt rendelni 100 000 forint. Ugye? Hát ez hír. Ugye ő sokszoros milliómosnak mondja magát, mégis elmegy azért bárhova 100 000 forintért. Hát, kettő között azért van némi furcsa. Ellenmondás, furcsa. Hát sokban vannak a táplálékkiegészítők. A fehérjeporok, így van. Hogy állítólagosan még mindig létezik Magyarországon az, hogy te megrendelsz magadnak valakit, ugye most nem eszkort szolgáltatásra gondolok, tehát nem erre, hogy van a zsebedben 500 vagy 1000 euró, és akkor... Olyan is van, de ezt csak hallottuk. Én láttam azt a CD-t, ami van, na mindegy, igen. Meg pendrive-ot, van ilyen, konkrétan, erről is beszéltünk majd. De hogy meg lehet rendelni hazai hírességeket, és szeretnénk lenyomozni, hogy ki, kit, mikor, hogyan, és miképpen rendelt már meg. Írjanak nekünk hallgatóim, ugye, mert állítólagosan nem is kell nagyon semmit tudni az illetőnek. Arról van szó, hogy van egy műsor közvetítő iroda, ahol mondjuk te megrendelheted a kedvenceidet. Vagy de azt, mire aki... születésnapomra például? Na hát ez az, hogy mondjuk meghívod Berki Krisztiánt, 100 000 forintot kifizetsz, és akkor ott mi történik, vagy meghívsz bárki mást egy születésnapi buliba? Te utána elmondhatod magadnak, hogy az a híresség az ott volt a te bulidon, igen, és ezzel lehet vagánykodni? Igen. Vagy mi történik egy-egy ilyen meg? Még sose rendeltek meg. Azt tudom, nem is vagyok nagyon a portfólióban. Igen, így. Alekoszt lehetett rendelni, amikor híres volt, ugye, amikor kijött a VV-ből, és ott az volt, hogy Alekosz eljön a névnapra, születésnapra, bulidra, beszélget, támaszkodik 100 000, ha beszélget, támaszkodik, és iszik a 130. De hogy azért még külön kellett fizetni, hogy fogyasszon? Így van, hogy őt te meghívod italra. Vagy a 30-ból az fizette ki, amit ivott? Nem, ő semmit nem fizetett ki. Aha. Tehát az volt, hogy 100 000 beszélget, támaszkodik. És akkor lehet, hogy 130 beszélget, támaszkodik, iszik. És te így fankítottál így a haverok, hogy hallod, én hogy meghívtam az Alekoszt. Az én bulimra az Alekoszt jár. Jó, hát jó, legközelebb nem megyünk. Igen, mert hogy nyilván mindenki tudja, hogy pénzért jön, nem azért, mert a haverod. Ugye? Igen. Tehát, jó, de most gondolkodom, hogy mi az üzenet, miért jó. Meg hogy Berki Krisztián mit tud csinálni egyébként egy ilyen partin? Megmutatja a vádliát, ahogy hívják, meg a delta izmát, igen, meg a frissen vasalt erejét. Kik lehetnek a slágerek? Tehát ki, ha mondjuk össze kéne állítani egy ötös csokrot, nekünk lenne egy menedzser irodánk, és mondjuk a könnyedén megrendelhető és népszerű, vagy legalábbis az ilyen típusú rendezvényeken népszerű sztárok listáját kéne összeállítani. Ki az, akit itt szerintetek meg lehet rendelni, vagy el lehet vinni 50 000, 100 000 forintért fél óra, egy óra? Tehát kik mennek? Vagy kik pörögnek?
ugye Alek ment egy időben, őt egészen sokan vitték, hogy hova pontosan, vagy mit csinált, azt nem tudjuk. Kik és szerintem Oliver még? Is ment vele egy időben. Hát amikor a BB-sek kijöttek, akkor ők mondjuk nagyon száguldottak a BB4-ben szereplők, azok sok Gombi, Oliver, hát ők sokáig népszerűek voltak. Igen. De kik lehetnek azok az arcok, akiket mondjuk, akik visznek, vagy akik nagyon kapósak? Hát nyilván az ez a sorozat, ugye a Oké, most a BB-sztárok, de azon kívül, de van, aki megrendeli magának kiszel tündét 100 000 forintért, hogy ott áldogáljon egy óráig és beszélgethessen kiszel tündével, mert állítólag megrendelik őket az emberek. Sőt, vele vacsora is van. Vacsora kiszel tündével? Lehet, hogy vacsorázni viszed el. Vagy moziba. Hát, vagy akkor kevesebb kell vele beszélgetni. Lelej meg a végén. Mondjuk, ha már kiszeltündét moziba viszed, ahhoz nem tudom, milyen típusú ferdőés kell. Hogy mennyire kell, hogy sok pénzed legyen, vagy mennyire kell, hogy magányos legyél. Vagy Tűzés sajnos egymás mellé, nem tudtam. És de kicsit később jövök. Sőt, egy másik előadásnak. Nem tudom. Én azt nem tudom, hogy kit lehet elvinni, de egyébként azt, hogy kit vinnék el, vagy kit hívnék el, azt tudom. Na kit? Hát például, tehát én biztos, hogy elhívnám például Szintia Diktátort és Varga Viktor. Tehát, hogy nekem ők például elég izgalmas, hát, érdekes személyiségek ahhoz, hogy velük például biztos, hogy jót buliznék, vagy jót dumágatnék, vagy örülnék neki, hogyha ott lennének. Mondom, Alekosznak nem annyira. Tehát, hogy a mostani VV-ből meg senkinek nem örülnék. És miről dumálná Szintiával és Viktorral? Nem, ott én inkább csak moziznék. Tehát, hogy én biztos, hogy igen, hát nyilván azért hívnám el őket, hogy szórakoztassanak gyakorlatilag a jelenlétükkel. És azzal, ilyen, hogy adnák magukat. Ilyenkor az illető egyébként lerészegethet? Persze, biztos, igen? Hogy lenne nyugodtan. Tehát elmehet például a kiszeltűnés aljas módon lerészegethet? Vagy ő ott ilyenkor nem ihat semmit? Tünci nem iszik soha. Tünci nem iszik semmit? Nem. Nem, honnan tudjuk, hogy nem iszik? Rendelted már meg? Igen. Nem, minden. Figyelj, a gyerekek születésnapjára mindig ő van ott. Meg képzeld el, hogy erre a konstans állapotra még ráinna. Na, ki tudja, lehet, hogy szerintem megokosodna. Az nem lehet, hogy olyan mérő jössz, hogy egyszer már csak okosabb tudsz lenni? Az nem lehet? És megután az operettet vagy? Tehát akkor ott a sztár, ha egy ilyenre elmegy, akkor ott neki kikötik, vagy leszerződteti. Mondjuk van egy vállalkozó. A vállalkozó meghívja magához, mit tudom én, egy órára, mit tudom én, Csonka Bandit. Akkor kap egy szerződést a Csonka, hogy abban az egy órában ő mit csinálhat, és mit nem csinálhat? És akkor ő vőféként ordibál, vagy támasztja a bárpultot, vagy mindenki hát, kötelezőszerűen fotózkodik? Igen. A vőfélyes dolog, én azt se szeretem, de azt azért nagyon sokan csinálják azok is, akik nem ebbe a kategóriába tartoznak. Vállalnak vőfékedést? Aki vannak ilyet, igen, vállal vőfékedést. Ismert műsorvezetők számolatlanul tudunk ilyet mondani. Ha esetleg egyszer összeházasodnánk még egyszer a Vikivel, mert van egy, tudod, akkor sokat akarsz egy ilyet? Mondj már ilyet, hogy ki az, aki vőfékedik. Van valaki? Persze, csinálják. Ki csinálja? Hát van például az a fiú a Fókuszban, ő nagyon sokáig nyomta. A Gönci vőfékedett. Kiabálta, hogy itt az aranysárga húsleves. Hát most nem tudom, hogy a hagyományos, vagy inkább ugye most már úgy hívják ezt, hogy ilyen ceremóniamester. A fagyasztott borsós. Ja. Itt az aranysárga húsleves, tetszik készülni, megenni, finom lesz. Ilyet nyomott a Gönci? Persze, de hát ez sokan. Szerintem az tehát nem ugyanaz a kategória, mert akkor melózni mész. De most ide azért hívnak, hogy álljál ott, és lehessen veled beszélgetni. Esküvői tanú nem lehet celeb, tehát arra például nem lehet, mert az már nívó, az már minőség. Tehát, hogy amikor azt érzed, hogy ott áll melletted egy Csonka pici, aha, érted? Akkor azt mondod, hogy az hú, de menő. De szerintem az egésznek egyébként... De szerintem egyébként az egésznek az az alapja, hogy ne derüljön ki, hogy ő bérelve van. Tehát, hogy ott van, hát kiderül, hát mit de csinál, baj, de mit csinál, nem. Vadidegen társaság esküvén, és most itt van velünk, nem tudom, mit tudom én. Mit tudom én, Rékasi Károly. Igen. És állítom, én a Rékasiról hallottam, hogy vőfékedett régen, aha, hogy ez most igaz, vagy nem, azt hallottam. És itt van most velünk a vőfé, és bejön a karcsi egy kalapba, itt a narancsága útlevet, tették olyat, csókot. Hogy azt nem tudod letagadni, hogy ő nem talált, és te megkérdezi, kinek a rokona vagy. És akkor ha viszont nem mondhatja el, fölteszel kereszt kérdéseket? Kinek a rokona vagy? Karcsi. A Kovács. És akkor Karcsi meg... Szegről, végről. Ismerem a megyasszony. Mondjuk ez inkább Vili bácsi volt, amit előadtál. Ja, jó, hát én egy karakter tudok, azért mindenkit úgy hozok. Állítólag. Szóval a Gönc is vőfékedett. Ezt nem tudtam. Én úgy tudom. Szakámiki? Nekem van valaki... Miki is csinálta. Okay, meg a Kasubáról igen. Hallottam, hogy állítólag világbajnok vőfé. Márhogy így esküvőben. Igen. Nem tudom, hogy a klasszikus satarégit csinálja, vagy már csak ez a ceremóniamester, tehát ki kiabálja még az aranysárga húszmehet. Szerintem már nem. Én a szakármikről el tudom képzelni, hogy nagyon jó vőfé, mert ő ez a kikacsintós vonal. Tehát, hogy ott azért érzed az iróniát benne.
Jönci Gabi azt szerintem az nagyon komolyan veszi. Na most a Kasuba Szilárd. Hát nekem minden jutna róla szemet, csak az nem, hogy őt hívjam bőfének. Már jönnek a hallgatói SMS-ek, de írjatok még, hogy ki mennyibe került és mit csinált. Jó, ennek szeretnénk utána járni, hogy ki mennyit kellett fizetni az illetőért, mit vállalt, mit nem vállalt, mi az, amire igen mondott, mi az, amit bevállalt, mi az, amit nem, hogy ki mit csinált. Jó? Kiszel tündét rendeltük meg a főnököm 30. születésnapjára. Nem ivott, viszont mi igen, szegény kapott hideget, meleget. Tehát szülinapra is meg tudsz rendelni hazai sztárokat? És megérkezik. Ez ráadásul milyen, hogy elmet kiszel tündébe, meg elhívják, pénzt adnak neki, és azért hívják el, hogy cseszegessék. De hogy a tünde tudja, hogy őt azért hívhatják el, hogy egyébként szegényt bántsák, sokszor nem? Vagy a tünde boldog mosoly az arcán elmegy, mit tudom én, 80 plusz áfáért. Hát bónuszért. És boldog születésnapot. Bónuszért sértegethető is. Bónuszért sértegethető, plusz 30-es sértegethető. A titkos záradék, tudod, beszólhatsz plusz 50. Szerintem egy csomó olyan arc van, akire egyébként mi nem is gondolnánk, hogy vállal ilyet, hogy elmehet, hogy ott támasztja a pultot egy órán keresztül. Hát ugye nagyban ezt arab sejkek is csinálják, hogy meghívják magukhoz, igen, a Jackót meghívták $2 millió, a Madonnát, a Shakirát, és akkor ott előad egy órát, mit tudom, a legnagyobb arab sejknek, Abu Dhabiba, vagy Dubájba, vagy bárhol, és azért kap mondjuk $X millió. Nagyok is csinálják. Pamela Andersont is megrendelte egy dubai sejk, ott volt egy órát, most nyilván nem tudjuk, hogy mi történt, és kapott érte nagyon sok pénzt. Aha. Az igen. Nálatok mennyiért volt Mikulás a Tibi? Hát az más történet volt. Nálunk a Tibi úgy volt Mikulás, hogy a hülye apa, én fél óráig nem tudta, hogy kasz a Tibi a Mikulás. Na ez az igazi. Na ez, amikor Viki úgy szervezte meg, hogy én nem tudtam, és már mindenki levett, az egész baráti társaság tudta, hogy már kasz a Mikulás, én meg hülye apukaként videókamerával. De boldog a gyerek, de boldog a Mikulás, de boldog, itt mindenki néz. Ne gyere már keresztbe. Mama maradt, nem megmondta, hogy ne gyere be, meg ne gyere erre. A büdös itten, ugye? Fél órán keresztül volt ott a Tibi úgy, hogy már mindenki sírva fetrengett, én még vettem a röhögő arcokat, és nem értettem, hogy ki mi röhög. És ott ült Mikulásként. A saját feleségem vett, tehát milyen jó asszony, nem? De ő azt nem, ő azt ingyen elvállalta, akkor nagyon rendes volt. Tehát az egy ilyen meglepetésszerű dolog volt. Csak egy rovatot kapott. Eltűnt némi készpénz. Na igen, meg 12 személyes volt az étkészlet, most csak 7. Eltűnt 4-5 kristálypohár, egy ezüst étkészlet, és leszerelte a csillárt. Ránéztem, hogy Viki, nem volt ott egy csillár, és nem volt több poharunk. Nem volt nekünk egy PS3-unk. Igen. De hol a zsolnaink? Figyelj, hát ő így próbálta a gázsiát megszerezni. Apa, nagyobb puttanyjal ment el a télapom, mint amennyivel jött. Jaj, kis jel, ne vezél el hülyeségeket. Az két nap múlva kiderült, igen. Na, jönnek még SMS-ek, hogy ki mit csinált? Tessék, van egy ilyen cikk, 120 ezerért sztárvő féllyel mulathat. Na, ugye? Igen. Az ország egyik legkeresettebb sztárvő félye Szakál Miki. Írja egy menedzser iroda honlapja, hogy kiket lehet megrendelni. Az RTL Klub és a Kult TV képernyőjéről ismerős nettó 120-ban van egyébként. Az nagyon komoly. Tomi Boy, Kasuba Szilárd is vőfékedik. Valamint Rékasi Károly, bár őt még nem közvetítettük ki. VV Marcsit pedig egyelőre még senki nem igényelte. Adta ki ezt a cikket. VV Marcsi, ő nem tudom, hogy már melyik szériából. Igen. Igen. Azt mondja, Sebők János, akinek elkészült az első mulatos lemeze, elmondta a Fókusz műsorvezetőjéhez, Gönci Gáborhoz hasonlóan, szívesen énekelne egy-egy lagzin. Oké, de a Gönci már zenekarral megy. Igen, tehát az már profik, és ezt nagyon jól csinálják. Profi csapat, tehát, hogy... Igen. Ott nincs a mellé nyúlás, tehát ez a milyen lesz, hogy kicsit félek tőle, ott tutira mehetsz. Na tessék, elveszed a békát, kit hívnál meg? Van egy esküvő. Ebből a szortimentből? Nem, bárki, aki azt mondta, hogy legyen ott, mert neked eleve sok híresség lenne ott, meg zenélnétek, meg nagy bírcsaft lenne. Nagyon csodálkozná a sok hírességem. Hát de nem, hát neked azért sok, hát mint a Garamiéki, tehát azért innen-onnan mennének, nem? Hát azért megfordulna egy-két olyan ember, aki híres. Nem, nem mond nekem ezt a hülye dumát, hogy négyen lennétek egy ízével. Azt nem mondtam, én már elmeséltem nektek, hogy a nálunk van az fesztivál egy hét. Azért mondom, hogy nálatok a harmadik nap ölnék meg a századik malacot, negyedik nap az 500. malacot. Ha mulatunk. Hát ezt ezért feltételezem, hogy utána tessék egy valakit meghívhat. Egyet én állom. Te én állod? Állom. Akit akarsz, én állom. Na, ha akkor csak a fekete pákó lehet. Szavát nem ér, képzeld már a pákót vőfényként. Az nem jó, az fekete meló. Az nem. Gyerekeként. Én tisztán fizetek. Én nem megyek bele semmiféle ilyen dologba. Pákó? Igen, de hogyha ha rendeset kellene hívni, akkor én vagy a Göncit, én benne nagyon bízom. Mint zenekar? Nem, meg mint ceremónia mester is.
Meg már biztos, hogy lenne egy fókuszanyag is. Ja. Hát nem, jó, egyébként. Figyelj, ha lesz egyszer esküvő, vendége majd Szintiborra és Ilonkára. Jó? Köszönöm, zenekar. Hú, de jó. Jó. Ha egy, én előkerítem őket. Ha egyszer neked esküvőd lesz, ezt most jegyez meg, élőadásra tettem erre egy ígéretet. Jó. Szintiborra, Ilonka, Ilonkával. Éjfélkor, a mennyasszonytánc előtt. Megalapozzák a hangulatot. Okay, a színpadon Szinti Boy és Ilonka. Jó, jó, a vendégem vagy. Készülődik erre. A Prügyi Duó. Felkészül. Piros sarokban felkészül a Prügyi Duó. A Prügyi Duó. És akkor viszont Kassa Tibi legyen a vőfélyem. Jó, ő elorribálott. De akkor már miért nem a Karcsi vagy a Kasuba? A Kassa hát az sztereotíp módon lenyomja. Tehát, hogy róla tudjuk, hogy jó, lenyomja elvicceskedek, akkor hívjuk meg a Karcsit. Vagy legyen a Gönci a bőfé. Tehát akkor legyen olyan, aki... Igen. Hát szerintem, hogy Rékasi, mint bőfé, szerintem óriási lenne. Gangsta? Vőfénynek, szerintem zseniális lenne. Egyetlen percet nem készülne az egészre felmelég. Szevasztok gyökerek. Szevasztok köcsök gyökerek. Na, Ferike, gyere ide. Ezt megisszuk, aztán mondhatsz valamit. Nagyon, az se lenne rossz, igen. Nagyon jó SMS-ek jönnek egyébként. Kikit hívott már meg, illetve kikit hívna meg. Hát elindultunk persze a Mészáros Dóra vonalon. Igen, nagyon szeretném őt, igen, Rudon táncolni. Jó, az evidenciákat hagyjuk már. Igen, tehát hogy most, igen. Persze, hát sokan vagyunk itt. Zoltán Erika még pályafutás elején egy vidéki kisvárosba lépett fel. Elhívtam a cukrászdába, kérdeztem tőle, hogy házhoz jár. Válasza, igen, megkérdeztem, mennyi egy éjszaka. Egy pofon volt a válasza, kérdezi István. Vagy mondta, és írta nekünk István. Az picit rámerős egyébként, nem? Azért így. Én a kellően berúgott Puzsér Robiért fizettem 3 deci bort egy szórakozó helyen, cserébe 2 órát beszélgetett velem. Jó, de hát az egy ilyen egyéni. Igen, meg az egy után már fájdalmas. Kijönti a lelkét, ugye egy óra után már azért hallani a frusztrációinak az összes okáit. Fekete Lacit hívnám meg, ennék, innék, és úgy kérném a szerződést, hogy nem ehet, nem ihat semmit. Töltött káposzta csak meló után. Nálunk Szakály Miki volt a vőfé, írja valaki. Alekosz buliában voltam, magához vetném is szénsavmentes kólát, és pár ezt botrányos volt, írja egy hallgató. De azért hívtátok, nem? Igen. 6 éve hívtuk meg Fekete Pákot egy gimis diákigazgató választása, az előző zenekar Szintibó és anyukája volt, elképesztő hangulatot csináltak, tessék, itt van! Meg vagyunk? Nagyon jó. Hát, meg vagyunk? Meg akkor még a izét is hívjuk meg, aki a Rebekát énekli, hogy hívják a bár... Ukrin Benedeket is. Akkor legyen egy hát ilyen nagy hármas. Ukrin Benedek, Prügyi Duó és Ilonkáék. De figyelj, te ennyire nagyok. Ilonka és Szinti Boy, ennyire. A nők nem nagyok, Jani. Ők a legnagyobbak. A Kárpát-medence, Szoni és Serje. ők a leges legnagyobbak. Ne viccel. Szenzációsak. Nálunk a faluban egy ember a saját 60. születésnapjára a Juniort hívta meg, az árát nem tudom, de nagy buli volt. Tehát az is más, mondom, mert ott egy koncertet veszel. Az egész más, most, akinek van rá pénze. De konvojba jöttek és féltünk. De a Junior nagy bulit csinál, jó az szerintem. De ő ugye ad valamit, tehát ott szolgáltatás van, de ez, hogy oda megy és támaszkodik, tehát ezt nem érted, meg beszélget. Ismerősöm szereti a focit, ugye ezt kezeljük mindig idézőjeles, hogy ez most igaz vagy nem, mi nem tudjuk eldönteni. Esküvőjére a Dzsudzsákot hívta meg díszvendégnek, x100 000 volt a bére, szolidan iszogatott és a pultot támasztotta. Aha. Hófehér új, mit tudom én, XY-as autóval jött testőre, hát ez... mindegy igazából. Tehát, hogy valaki szereti a Dzsudzsákot, és fele meghívja. A ment, ma odafele megtört. Én a parkoló beszéltem három autót. Szecsődi Karcsi, az mit szól rá, Feri? Hát, köszönöm. Nem, köszönöm. Bár most új fotósorozata van. Mai újságban benne volt, gyönyörű lett. Na, jó van. Akkor keretesztes. De csak neked. Ott adom. Tényleg, május 17. Nekem Kozomból is volt a szülinapomon. Úgyhogy senki se hívta, viszont el se lehetett zavarni. Na, tök jó volt. Kozomból is? Igen, az elétől felforr a vérem, ezt a világslágert hallhattuk tőle. És sokat. Pamela Anderson ingyen szívesen bulizik, a Hackney megjelenései viszont egyre többet kostálnak, mostanság 250 000 dollárért mutatják be őt vendégeknek, már ha épp áll a lábán. Menő. Tehát 250 000 dollár az, hogy te meghívd magadhoz a Pamela Andersont. Kemény. És mennyi, egy óra vagy egy este, ebbe benne van egy kis himi-humi is, kézi zsűri. Nézzük külföldieket, mert jönnek SMS-ek. George Michael, Sylvester Cora, brit popstar, köszönjük.
Tudjuk, hogy ki jött. Köszönjük. Ja, így már megmenni. Kicsoda. Sos meg. 3 millió dollárt keresett, csak összehasonlítva a magyar és a világszínvonalú árakat, 3 millió dollárt keresett egy 75 perces fellépéssel, gyerekek. 75 perces fellépéssel egy orosz bányamogul partiára. Késő délután érkezett, vacsorára már ismét Londonban volt. 3 millió dollárért. Ezek konkrét adatok. Mariah Carey 2006-ban már potom 1 millió dollárért kapható volt egy magánkoncertre. Aha. Ma már 3-szor ennyiért hajlandó néhány dalt elénekelni. 3 millió akkor ő is. 3 millió dollárért tudod magadnak megrendelni. Demi Moore szintén ott van, céges partikra és milliárdosok születésnapjára 200 000 dollárért megy el. Ott áll ő és dumcsizik. Csak azt nem tudom, hogy te full dollármilliómos vagy. Ugye? Tehát egy kőgazdag mindennyi. Hogy ez, hogy meghívnak egy órát, tehát kvázi megvesz téged egy orosz bányamogul, vagy megvesz téged valaki, és ott kell állnod egy órát, hogy nekik nem az a szint, ahol már azt mondod, hogy neked már van annyi, hogy nem, vagy sose elég. Valószínűleg neki már nincs. Ugye, mert az, hogy mit tudom, George Mike énekel, ad egy koncertet, egy jó hangosítás az ő stábjára, és azt mondja, gyerekek, elmegyek 3 millió dollár, fizess meg, énekelek neked egy órát, az oké, hogy Demi Moore egyébként áll fáradtan egy bárpultnál, és tudod, hogy őt megvették. Nem? Hát, hogyha úgy mulat, hogy a tejfakasztó bulián, akkor éppen Martin, igen, akkor lehet, hogy megéri. Hát szerintem így ott az időben. Rússzal nincs együtt, akkor nincs annyi felállt pénz. Felállt az asztalra, érted, mindenkit lelocsolt a saját anyatejével. De hogy azért azt gondolná az ember, hogy ők nem, mert hogy magyar viszonylatban persze sok pénz, az ember szereti kiegészíteni a fizetését, ez semmi baj, ha bármelyik sztárt bárhova meghívják, nincs ezzel baj, elmegy, vállalja, ott van egy órát. De hogy az ilyen gigasztároknak most 200 000 dollár, nem? Neki ugye, már igen, szerintem ő azért már nem gigasztár. Hát jó, nyilván ő már nem, de azért... Nincs együtt a kopasz csávóval, a Bruce Willis-e. Volt pár filmje, azért nem vagy teljesen hülye, összeraktál magadnak egy kicsit. Na jó, de hát... Hát igen, ha mondjuk azért valljuk be őszintén, egyikünk se anyagi egy olyan bulitam volt, Szőke Zoli és Erkárpáti Péter sármoskodik a bárpultnál, érted? Hát nem fizetnék érte 100 000 dollár, de ha nagyon... Rendelheted, van. Figyelj, ha nagyon ki akarunk szúrni a Ferivel, ha lesz esküvője... Húzzatok már róla, mert ott se lesztek ezek figyelj, után. Figyelj, nem fogyasztanak sokat. De ne, rendeljünk oda mindenkit. Erkárpáti, a Szőkét, a Defekt Duót, a mindenkit, mindenkit, aki a Defekt Duó jó. Mindenkit, mi az összes nagy nevet rendeljük oda neked. Összeállítunk egy ilyen kis listát, és azt mondjuk, hogy Feri, érkezünk az esküvődre, 10-től 11-ig kérünk egy órát. Ez az ajándék. Kérünk egy órát, ez a mi ajándékunk. Mi konferáljuk. Jó, de ti konfosztok, ezt akartam mondani. És az összes nagyot. Az összes nagyot. Mindenki ott lesz. Kezek a magasba színpadon a Defekt Duó, Bulis Feri. Vili bácsi tangó harmonikával. Van borzalok. Neki van borzalok. Olyan órát tennénk neked össze, hogy megőrülnél. Sírnál. Azt látod, hogy srácok, közt sírva csapkodnád a térdet. Utána kapaszkodhatna a Gönci, meg azt már. Sírva röhögnél. Komolyan mondom. Egyébként most külföldi sztároknál állítólagosan az a szokás, hogy kibérelted a kecójukat. Kibéreled a kecójukat, és amikor nincsen otthon, akkor te elmondhatod, hogy a Scarlett Johanssonnál, vagy bármelyik embernél bulizol, és x ezer dollárért te ott lehetsz a saját lakásában. De ő nincs ott. Hát azért csak rá kuporodsz a fajaszra, nem? Hát igen, de az a baj, hogy... Miért pont ez jut eszedbe? A Scarlett Johansson kecójában ott vagy, hát most akkor veszel egy habfürdőt, vagy befekszel az ágyába. Hát igen, de mondjuk most már talán nem annyira, de hát egy pár évvel ezelőtt még azért nekem is volt olyan baráti köröm, hogy ott biztos kakás lett volna a damaszt. Én most már azért megkomolyodtunk, igen. Jó, de azért választhatnál, hogy kinek a kecójába pihennél meg egy hétvégére. Az jó. De most... hogy rögtön a kaki. De egy kicsit azon. Hát a legprimitívebb, érted, mindent belehorrálni a fürdőkába, kinyitni a csapot, érted, tévé kiesik az ablakon. Igen, nyilván nem úgy tudom elképzelni, hogy vasárnap reggel felveszi a portástól a kulcsot, hogy sikerült kiadni a lakást, na megyek kitakarni, hogy a Scarlett Johansson elpakolja a hétvégét. Te emlékeztél arra, hogy a nappali falára föl volt írva, hogy punks not bad? Ő egyébként 200 000 dollárért bérelhető, és annyira tölt veled el egy magánestét, vagy egy magánórát. De ez nem privátóra, csak annyira hívhatod meg a saját bulira, 200 000. De most nem hallod Jennifer Lopez vicillójába, azért nem ugranám ezt szemüseggeseket a medencébe. Nem? Hát azért az íze véget. Na jó, jött még egy-két SMS, csak hogy ki mennyibe kerül, meg kit mikor rendeltek meg. Rögtön visszatérünk, van egy pici szünetünk, jön néhány reklám, aztán jövünk még az SMS-ekkel és a nap legjobb pillanataival. Na.
Ja, várjál, egyik elmenne, mert pont olyan hülyén van megcsinálva. Ne nézi így a szemeddel, mert ez, aminek négyesnek, egyesnek kéne lenni, te vagy a négyes. Ja, amikor a versenyló, meglátom a pirosat, és arra kilövök, amíg nincs piros, meg se szólalok. Csabikám, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Képzeljétek el, 9-kor jövök ott a temető meg a börtön környékén. Ó, vidám helyek, nem tudom, merre jársz, vidám helyek. És aztán hát írtam egy SMS-t a Janinak, mert azt hittem, hogy ő tüsszentett, hiszen ő van közel a Linához, miközben mondja a mikrofont, vagy mondja a híreket. Híreknek hívják. És aztán rájöttem, hogy nincs is felhangosítva a rádió. És úgy is hallottam, Ferikém. Hát ennyi. Ha én tüsszentek, az tüsszentve van, papa. Ennyi. Az nem egy ilyen elkent kis izé, hogy most jaj, mintha betegek lennénk, nem, az oda van téve. Most kaptuk a légirányítástól az SMS-t, hogy három vízergép vesztett a magasságából egy 4000 métert a légtérből, akkor a légnyomás volt, hogy hirtelen lezuhantak, hogy kettő följebb ment. Nem mérték be? 5,6-os, vagy hányas volt ez a rengés? 6-4. Nézem a hírkeresőt, lassan megjelenik szerintem, hogy Budapest szívében földmozgás volt. Csabikám, mi újság? Voltál futni? Edzettél? Voltam futni, még mindig azon csodálkozom, hogy Lina hogy nem nevette el magát. Tehát hírek, mert profi. Mert profi, igen. Voltam futni ma, nekem kedvez az idő, eddig sapkában és kesztyűben futottam, és megváltam ezektől a szerektől. Kesztyűben? Hát igen, mert eddig hideg volt reggel, hát hajnalban, te tudod, legjobban, tudjátok, ti, akik hajnalban keltek, hogy hideg van, és nem szeretek fázni, de most megváltam ezektől a szerektől, és azt mondtam, hogy tavasz van, holnap után már lehet, hogy rövid nadrágban megyek ennek. Ne, Csabi, ne él azért ilyen veszélyes, hogy a 22 fokos vasárnapban kimész rövidgatjába futni, kutya fázat. Erre hivatkozva nem fog jönni hétfőn, mert beteg. Igen, aztán lebetegszel. Nem. Jól van, hívjuk a naphallgatóját. Érzem én a nyomást. Hogy te vagy. Beszóltam Annának, hogy beteg, úgyhogy most már be se jön. Hát nem akar megfertőzni. Tényleg. Hát téged nem megfertőzni. Mi van, nem jössz be? Nem, meg se. Durci, tudtam én, Durci lett. Nem megyünk be. Milyen csinál? Mit hívtam, gyerekek? Ajaj. Szerintem rossz számot is adott, mert beszóltál. Hát pedig ez az 4-12, 30-as, 23... Külföldön van, nem? Külföld? Jó, hát nem, ez most nem sikerül, van ez így. Az SMS, amit írt, nagyon szellemes, Csabi küldte nekünk. Azt mondta, gyerekek, 5 napja zsinórban dolgozom, kész vagyok, mint a 4-es metró. Írta ezt nekünk, és hát szerettünk volna neki egy kicsit jobb pihenést kívánni, illetve egy ajándékcsomaggal átsegíteni őt a nehéz pillanatokon, de Csabi nem vette föl. Csabikám, remek zenéid lesznek ma is? Hozok újdonságokat, annyit, hogy felsorolni is nehéz lenne. Egyrészt azoktól, akiket már megismerhettünk korábban, akik a Class FM-nek köszönhetik magyarországi népszerűségeiket. Például Rebecca Ferguson, akinek van egy vali új dala, a That I've Got című. A csajnak egyébként teljesen felismerhető saját stílusa van. Az előző dalával, az I Hope-pal már nagyon belopta magát a hallgatóknak a szívébe. Szerintem ez is tetszeni fog, akinek azt tetszett. És hozok egy új előadót, hát úgy, hogy nekünk új. Ismerkedjünk vele, mi magyarok, Mr. Props-nak hívják a fiatalembert. Már kiszúrtam magamnak így név alapján. Igen, mert itt ő egy holland énekes és dalszerző, egy igazi művész, aki eddig nem feltétlenül lemezekben gondolkodott. Tehát dalokat hozott, odaadta a kluboknak, rádióknak, stb. Persze aztán készített lemezeket, amikor összegyűlt annyi dal, de most megint egy ilyen lemez nélküli Waves című újdonságot hozott nekünk, úgyhogy ezt most meghallgatjuk, hogy milyen, és megismerkedünk vele. Nagyon, nagyon király. Mi a recept, Feri? Mivel kézműves magyar ízek fesztiválja is csak sajt lesz, ezért csőben sütünk. Ezt így sokáig nem te tudtad, hogy én sokáig nem tudtam, hát ezt mondjuk egy 10 évvel ezelőttről beszélek, miért kell csőbe sütni valamit, minek teszik azt egy csőbe, milyen csőbe vezeték, vízvezeték csőbe, és hát nem ugye, cső. Ez az, amikor sajt alatt sütnek valamit, úgyhogy ilyet fogunk majd csinálni, és egy nagyon jó spenótos fokhagymás tavaszi kis cucc van a hús fölött, és a sajt alatt ennyi. És ez jól hangzik. Semmi tényleg nincs benne, kurkuma, még nem tudom, nincs oda. Csak a sehol jó friss zöldségek és a sajt meg a húsi. Ez nagyon jó. Minden pénteken meghallgatom, és ilyen pénteken azt gondolom, hogy na, ezt majd most talán megcsinálom. Az előző héten is sosem. Fogadjuk, hogy a medvehagyma is ott rohadt meg a hűtőtökbe. Nem, képzeld el, a Viki nagyon jó húst csinált belőle. Egy ilyen tejföl, medvehagyma, ilyen pesztós, ilyen fú, nagyon-nagyon, ilyen karajt sütött meg, és nagyon-nagyon jó lett. Kis medvehagymával. Hát aki ügyes. Barna rizsa.
Tényleg, na, hibátlan volt. Úgyhogy ez van, és akkor ezt nyugodtan meg lehet csinálni. Viki most teszi föl szerintem, vagy már lehet, hogy fönn is van a Facebookon. Jó, van a recept. Igen, meg van egy közérdekű információ, ez nagyon fontos, és nagyon közérdekű, szerintem minden embert élén. A 4-4 ellen című játékban várunk játékosokat, akik jöhetnek jelentkezni, mert véget ér nem sokára a híresség dömping, és átállunk a civil játékosokra. Ez okos döntés, mert így mi is mehetünk csak véget ér a híresség. A 4-es metróval lehet már menni oda? Jöhettek már egészen majdnem odáig. A honlapunkon, a műsor honlapján lehet jelentkezni játékosnak. Jó, ha valaki érzi magában az elszántságot, és megértette a hihetetlenül bonyolult szabályrendszert, amit ugye ezt a műsor képez, ha sikerült ezen nehézségeket leküzdeni, akkor jelentkezzetek játékosnak, mert sok pénzt lehet nyerni. Mi van most már? Megint lóvé emelés volt? Hát annyi, kettő felecske, ha ügyes vagy. Igen, az jó. Ha ügyes vagy. Jó van, Csabi jön a kívánság műsorral, mi jövünk hétfőn, mindenkinek nagyon szép hétvégét, vigyázzatok magatokra, jövünk hétfőn. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.